Minden kedden, szerdán és csütörtökön ISL Pro League kiemelt pillanatok az E-Mánia műsorában. Csak az RTL Pluszon. Újfenn nagyon sok szeretettel üdvözlünk minden kedves nézőt, ez itt továbbra is az ISL Pro League 10. szezonja, Fnatic és Aristocracy küzdelme. Svédek a lengyelek ellen, második pálya, Overpass, ami már a Fnatic választása. Hú, mire számítasz itt, Gabi? Egy elsőprő Fnatic győzelemre számítok. Azt mondom, hogy most itt az 5. és a 35. jelzést láthatjuk ugye a csapatok mellett, ez a világranglistán elfoglalt helyük. Ez az első saját ranglistája, ami kevésbé fedi a valóságot egyébként, mint egyéb ranglisták. Viszont úgy gondolom, hogy itt most ki fog jönni ez a különbség abszolút, és nem lesz az a... Az előzőt sem nevezném szorosnak, de hogyha nagyon akarjuk, akkor bele lehet magyarázni. Szerintem néhány tiszteletkört hoztak. Igen, igen. A Fnatic T-ben kezd, ami egyébként nagyon erős. Itt nekik overpasszon, ez általában különleges egyébként. 64%-ban hozzák. Aha, na igen, igen. És ez különleges, mert ez egy CT map egyébként. Úristen. Úgyhogy ő nekik tényleg nagyon kemény a T oldaluk. Hát nézzük, hogy ezt most bebizonyítják-e nekünk. Lesz a két vakítóval és egy füsttel készül, még Golden píkelget és nézegeti. Mi a helyzet? Infót akar szerezni. Ugyanez JW-ra is igaz. Viszont elég komolyan elfoglalták a CT-k átkötőt. Nézd meg, mennyire képben van JV. Rálőtt a játékosra, és már azonnal lement, és várta, hogy rátolja több ember is. Tehát abszolút tudatában van annak, hogy itt valószínűleg több játékos van. Nagyon, nagyon ezt is tudják, hogyha Google-ba jönnek, és ha nézitek, Google-ba jönnek, akkor Mouse-nak nincsen infója arról, hogy egyáltalán jönnek. Esik Jimmy ideje korán, és őt követi rögtön Golden is. Brolan próbálna meg, és ABC-nél fregel, ez meg is van így ebben a formában. Sikerül véről ugye kizárni a CT-ket, de hát még mindig ugye emberelőny van, és a bomba még nem került le. Ez valóban az volt. Igen, most... tehát Krimz úgy szerzett fregelt, elnézést, hogy gyakorlatilag simán túlért, minden info a Fnaticnál van. Egyébként náluk is volt egészen eddig, de nem sikerült kihasználniuk. Most viszont egy üres árakóra bemennek. A bombát le fogják tenni, valószínűleg úgy, hogy egy CT-ről védhető legyen. Így van, és megvan nekik a CT. Egy nagyon előnyös pozíció alakult ki számukra, hiába 3v3 most, amit láthatunk. Van egy vakítója ráadásul még flashelnek, nem tudom, hogy ezt mennyire akarjuk használni. Brolan, nagyon szép szoktartás, ugye akkor lebukik, és az nem képes lefészelni a fiatalt. És gyakorlatilag ennyi volt ennek a körnek. Minis még azért közel van nyilván, de szerintem már ki fog nézni flash-re, és nagyjából vége is lesz. Vagy inkább Krimz. Így van, Krimzi a frag. 1-0 a Fnaticnak. Szépen csinálták, nagyon szépen csinálták, és annak ellenére, hogy egy 5v3-at kellett ledolgozniuk. Pedig az 5v3 is úgy alakult ki, hogy tudták, hogy mi történik, de ezekben a pisztolykörökben számít egyébként a legkevesebbet, hogy bármiféle előnnyel rendelkezel. Ugyanis ezekkel a legnehezebb lőni. Itt számít a legtöbbet gyakorlatilag a tehetséged és a szerencse. Még egy érdekes statisztika, hogy az Aristocracy csak 31%-ban hozza a pisztolyköreit, ez rendkívül kevés, gondolj bele, milyen hátrányokat szenvedhetnek el emiatt. Míg a Fnaticnál ez 67%. Aha. Móz, ez még egy szép fej volt. Krimz válaszolni tud. Visszarepült. Úr! A dezertekkel tényleg ezek az egygoiszlis fejek nagyon... nem tudom, hogy mondjam. Férfiasak, stílus. Nem? Férfiasak nagyon. Férfi stílus. Oh. Nézd hát ez meg. Komoly ugye, ebben a formában. 4v2. Ki kell használni most már tényleg ezt az előnyt. Igen, Minisnek egy nagyon jó sok információs szöge van, viszont 5 darab HP van, Golden valószínűleg lelövi. Nem, nagyon szépen megválasztott szög volt tőle. Egy gyakorlatilag a középen állt, és ez egy váratlan, ez volt az előnye az egésznek, hát Golden nem is számolt rá. Krimzről megvan az info, 1v4-ben maradt, most gyakorlatilag nem szabad meghalni, meg kell várni, hogy az összes társunk ideérjen, és kész. Vége. Hát ez elég csúnya lett. Kicsit könnyelmű volt a Fnatic, és meg is lett érte büntetve. Hozzáteszem, hogy azért szép egyéni teljesítmények voltak az arisztokratáknál. Na hát ez viszont így ebben a formában adhat tévére, mint az arisztokraszi szurkolóknak. Igen, ezt a kört a legrosszabb elbukni végig. A másodikat, ugyanis akkor a bónuszod az a nullával lesz egyenlő, míg ha az első kört bukod, több pénzt kapsz. De a Fnatic az nem ilyet meg különösebben ettől az egésztől. Újra megvették, amit meg kell venni, hiszen nincs más választásuk.
kettő füstöt láthatunk, kettő flash-t és gránátokat. Itt mindjárt láthatunk harcot. Hát ez Minis favorizálja egyébként. A két pozíció, kettejük közül megvan a info. Most nézem, hogy egyébként így 1-20-nál semmi területe nincsen Fnaticnak, és lépésről lépésre haladnak. Ez nyilván jó akkor, hogyha ki akarják használni a testeiket, ilyen most éppenséggel van, akinek kis... Elnézést, igen. Csak az asszociációk ugye sok mindent elárulnak. Ugye arra gondoltam, hogy amikor kinéz rá egy CT, akkor elkezdi mondjuk őket lőni, alapból nehéz rögtön 2-3 játékos, hogyha egyszerre kinéznek lefregelni. Így van. Na bárhogy is, Minis az első védelmi vonalán rajta kell átmenni. Nem rossz! Azt mondhatjuk rá, hogy nem rossz. Az nagyon szép, egy. Nem tudja megtartani az alkát, hát ez hihetetlen. Viszont megérkeznek a CT-k. És a hátból is. Hát megbosszulta magát az, hogy nincs területük. Az Arisztokraszinak megvolt a B. Ezáltal jóval többen tudták védeni az A-t. B-n egészen ki voltak tolva. Hiába nagyon szép fejesekkel indított a Fnatic, az erőfölényük az nem volt meg. Most egy full lekót láthatunk a Fnatic oldaláról, hogy a következő körben vehessenek. Egy flash-t vett Krimz eddig. Hát ezzel lehet csinálni egy valamiféle kis B-támadást, föl lehet jönni alsóból. Úgy látom, eddig egyik se történik. Krimz a flash-sel. Ez nagyon... nagyon greedy. Igen. Igen, azt a füstöt át lehet volna Krimz flash-ével egyébként jó sokan. Én arra szavazom. De én nem vagyok natikus, nem véletlen. Rallen. Megint együtt mozognak, egységben az erő jelmondatával. Minis, itt van a lehetőség egyébként. Szépen, szépen kiosontak. Nagyon szép crossfire, és így befejezi Minis. 3-1, szétű oldalon egyelőre vezet az Arisztokraszi, de hát igazából értelmes köre még a Fnaticnak az elsőn kívül nem volt. Utána sikerült elbukni, az igaz. Volt náluk, amit akartak. Igen, de most indul az igazi buli. Úgy gondolom. És most meg fogják mutatni. Vagy nem. Mindjárt kiderül. Maradjatok velünk. A mindjárt az gyakorlatilag attól is függ, hogy mennyire próbál lassú játékot a Fnatic végezni. Ez a hosszú cső elé esik a füst, amit láthattunk. Illetve a Molotov az a rövid csőhöz esik, ez azért fontos, mert el kell füstölniük a támadóknak ahhoz, hogy átjöjjenek rajta, és ezáltal már információt adnak a védőknek, hogyha oda kijön valaki. Ezt nem tették meg, nem foglalták el a B-rövidet, ilyenkor valószínűleg egy B-támadás. Az A-n viszont ez nagyon-nagyon jó, amit most csinálnak, nem használtak gránátot középre, és eljöttek erre a hosszú részre, anélkül, hogy bárkivel találkoznának. Az egyetlen hátránya annak, ami most történik, hogy B-n sem mutattak jelenlétet, így gyanús lesz az egész, hogy a pályán sehol nincs jelenlét. Úgyhogy számítani fognak, nagyjából most mindenre számítanak a CT-k. Számítanak leginkább B-hosszúra és A-hosszúra. Igen, az igazság, hogy ahogy ezt kimondtad, rá lenne azért rákukolt, hogy mi van ott. És ott van Minisnek Krimz. És lehet, hogy az AWP-t most érdemesebb lenne tényleg hosszúra áthozni, amit egyébként pont letart Brolan, úgyhogy ez még lehet veszélyes számára. De észrevette is, falon keresztül sebzi Brolant. Én azt gondolom, hogy ez most már elég tiszta az Arisztokraszi számára, hogy ebből egy átámadás lehet. Míg Goldennél a bomba, őt pont nem látták, mondjuk az igaz. Jözni fog egy füst. Hogy utána egy molotov adott esetben. Nem tudom, Minis még azelőtt, hogy itt bármi lenne. Nem annyira erős ez az A-setup CT oldalról, még mondjuk most már hárman itt vannak. Nagyon kellenek a fregek a CT-knek, mert... És most nézzük, arra szerintem számítani fognak, hogy ott van Taz. Nem hinném, hogy azt hiszik, hogy nem lesz több játékos. Viszont nincs meg a frag Goldennek, hiába számított rá, Taz kettőt lő. Nézd oda, Golden, azt a Taz nagyon jó időben nézett ki, amikor pont ugrott Golden. Pont, amit igen, tisztázni akarták, tudták, hogy ott van, de mint hiába. Igen, az egyik legidegesítőbb dolog, amikor ugye ez a timing tulajdonképpen, hogy olyan helyzetekbe lőnek le, amikor nem tehetsz ezzel ellen semmit, például leteszed a bombát, van egy ilyen fél másodperc, egy másodperc környék, amíg felemelkedsz, akkor is hasonlóan, amikor ugrasz, nem tudsz nagyon sok mindent tenni, azért, hogy visszalőj. Most
most az utóbbi példát láthattuk. És egyébként egy pénzkiegyenlítős vásárlás Kevlar ugyan nincsen, de azért elég erős pisztolyokat vásárolt a Fnatic néhány gránáttal, három heggel. Igen, nincsenek egyébként kevlárok. A három hegget azt kíváncsi leszek, hogy hova fogják dobni. Innét B-rövidről lesz eldobva valószínűleg, ahogy láthatjuk. Lehet ezt dobni a hordókhoz, lehet dobni a ehhez a nagy csőhöz, amit olyan néven hívunk, amit nem szeretnék kimondani itt. Volt némi sebződ, de kill nem jött, és is falon keresztül végezzek. Olyan egyedül. A legáltalánosabb egyébként a gránátok használtak, kettő gránátot szoktak, esetleg hármat, az, hogy ahol ugrálnak a védők a kör elején, B-rövidre infót szerezve a homokzsákon. És itt a végén négy darab CT-ltet túl, eléggé stabilak anyagilag. Nagyon. Meglepő számomra az, hogy most itt 5-1 van. Fnatic kért egy időt, hát kíváncsi leszek, hogy mire jutnak. Na erre az előző pályán 14-10-ig kellett várnunk, hogy a Fnatic egyáltalán taktikai időkérést használjon. Ebből pedig 4 darab van egy pályán. Igen, most ideje korán beszartak. Bölcsen kell használni. Szóval furcsa ez az egész. Azt hiszem, lehet, hogy az arisztokraszi stílusa az viszonylag új számukra, ugyanis a Fnatic, ahogy mondta, egy másik osztályban játszik. Vagy nem tudom, hogy mi okozhatja. Igazából az egyéni párbajokat eléggé elvesztették eddig, illetve amennyiben azokat nem is vesztették, nagyjából egységesen jöttek ki belőle, maximum, és ami gáz, hogy nincs elég pályakontrolljuk, tehát az arisztokraszi az mindig legalább hárman védi azt a rakót, ahol ők jönnek, ami nekik egyáltalán nem jó. Láthatjuk a körelei smoke-ot, ami kimegy a T-hosszúra. Minis próbál itt egy fregeszt, na ez most egy gyors B támadás lesz. Valószínűleg először B rövidet foglalják el. Itt ez a Molotov meggátolja a védőjátékost, hogy kimenjen az ajtón, és esetleg több irányból lőjék őket B röviden. Most indul egy baromi gyors B, CT Molotovok. Mouse elkapott, híd fele mennek, elkapott egy játékost, a víz már az övék. Na ez valószínűleg a Fnatic köre lesz. Valamilyen oknál fogva csak egy B védő volt. Amit meglepetés lehet, az TASZ személye, aki nagyon gyorsan érkezik hátba. A kérdés, hogy az lesz-e. Hát egy fregre volt jó, továbbra nem. Én azt mondom, hogy ez a szituáció még mindig a Fnaticnak kedvez. Megvan nekik a B-rövid. Úgyhogy, illetve Brolan elég jó poziban lesz itt a gödörben. Tehát gyakorlatilag a hosszúval nem tudom, hogy mély törődnek, mert a rövidet annyira nem tudom. Igen, na ezt nem szabadott volna odaadni, hogy 3-3 módosuljon az állás, viszont Brolanról van infójuk. Golden valószínűleg le fogja lőni azt. Nem valószínű, nem. Hogy nagyon jó volt a mozgása, hogy beérkezett. JW marad egyedül ebben a pillanatban, nullos lövi le, és ott a trade azonnyomban, és még van idő. Hát ez el lett rontva egy kicsit. Én nem így használtam volna a pozikat, szerintem féltek attól, hogy az ajtóból még kijön valaki. Valószínűleg az lehetett a baj. Illetve azt le kellett volna lőnie Goldennek. Hiába ugrik. Azért az előnyösebb a T számára. Igen, csak amikor arra számít az, hogy hát vagy osson valaki, Google, stb. És hirtelen így berobban ilyen sztréfes ugrással, azért meglepő. Igen, de azért ott mindenki ugrik egyébként. Egy ilyen szűk. Igen. Pont azért, mert gyorsabb, tehát ahogy bevered a fejedet, valahogy gyorsabban ki tudsz jönni belőle. Ez egy abszolút általános dolog, hogy ugranak, amennyiben számítanak játékosra. Minis megint próbálkozik ezzel a korai freggel, ez teljesen általános, hogy szintén számítanak is rá. Na most kíváncsi leszek rá, nem lövi el magát, és hosszú van még egy társa. Viszont amikor hosszút egy ember előre tolja, akkor ott lesz legalább még egy CT, ha nem kettő. És ezzel a Fnatic is teljesen tisztában van. És inkább ott is hagyják az át, és az előbb is hasonlót csinál, szerintem az arisztokraszi. És a Fnatic ezt jól tudja, és megint egy darab B-védő van. Nagyon jól olvassák a játékot. Viszont ahogy telik az idő, az a Fnatic ellen dolgozik. A CT-k egyre több infót fognak szedni, és át fognak mozogni B-fele. Jó, ez nem történik, mert a Fnatic kellően gyorsan bemegy. Mouse-on a világ szeme. De ami mindenképp. 1v3-ban lesz, egy ember tartja az ajtót, ahol megiszolít Minit az ajtóról. Mouse-nak nem jött össze a dolog. 5v2. Túl sok helyről jöttek rá. Kezdve azért én a CT-kejében már régen mentettem volna, a Rallen pedig eladott egy fegyvert.
Igaz, a következő körbe tudnak vásárolni, Eddikának több mint 10 000 dollárja van, többiek is teljesen jól állnak. Mert amik éppen az imént említette, az, akinek legkevesebb pénze van. Két kör a Fnaticnál. Talán szerintem azért bevallhatjuk, hogy eddig várakozásunkon felül teljesít az Aristocracy. Igen, az egész pályára jósoltam ennyi kört nekik. Na, robban a bomba, és akkor jóvá íródik a második kör a Fnatic részére. Érdekes egyébként kétszer ugyanazt megcsinálni. Az Aristocracy gyakorlatilag az a baj, nem figyeltem, hogy elsőre mit csináltak, az biztos, hogy egy BV-dő volt akkor is, amikor bejött a Fnatic, és másodjára is egy BV-dőt hagytak itt, amivel egyébként szerintem semmi baj nem lett volna, mert kicsinálnák kétszer ugyanazt, főleg ha egyszer majd elment rajta a kör, tehát abszolút meglepő. Viszont az egy frag, ami A-hosszú kijött és Brawl-al előtte, az egy nagyon messze menő következtetést enged levonni, és azt jól használta a Fnatic. Ez egy kör elejé B-rövid molotovot, gyakorlatilag a CT-k dobják, a T-k is. Ha ezt füsttel, hogy mondják ezt magyarul, kérlek Robi? Füsttel kizónázzák, ezzel kizárják. Füsttel semlegesítik a molotovot. Jaj. Igen. Akkor szintén a T-k a támadóknak lesz arra, még olyat is szoktak csinálni, hogy ugye itt Monsternél dobnak ki általában gyújtókat a CT-k, és feledobják, és inkább bevállalják azt, hogy füstből fognak kiérkezni, amiről már beszéltünk, hogy szintén egy előnytelenebb dolog valóban. És mégis, hogyha mindenképpen gyorsan akarják végigcsinálni a futást B-re. Ja, Móz gyorsan kiesett a kör elején. Na most a B rövidet visszafoglalták egy ember hátrányba. Azt tud segíteni az emberen, hogyha területet próbál. Na most a terület az nem elég az Aristocracynak. Ők freget is akarnak. Nézzük. Számít erre, hogy megpróbálnak valamiféle agresszió, csak pont a másik szöget nézte. Azért itt van Krimsz, hogy válaszoljon erre. Te azt tolja tovább. És nagyon jól csinálja. Pix info. Igen. Most kapta az infót, írja, hogy balra bizony nem lehet. A bombát felszedi, és elindul elfelé. Na most Golden nagyon jó, hogy hosszún bejött, azt mondta, tudni fogja azt, hogy lehetnek röviden, úgyhogy szerintem oda sem mennek. De mennek. Ez nem egy jó döntés. Minis. Így viszont eltegeli. Azt mondja, vissza, és megvan az info, Golden hátba lövi mindjárt. Hú, így jó lett, de ebből baj lehetett volna, hogyha egyébként Minis nem a falon találja el Brolland. Na igen, itt lehetett volna még az utolsó visszafoglalási lehetőség, hogy a Taznak sikerül fregelnie, de Rallen mégsem hagyja itt ezt a helyet. Furcsa pedig azért most már tényleg nem lesz pénzük, és ha kihozna egy M4-et, szerintem még azért egy eléggé veszélyes vásárlás meg tudnának csinálni. Valószínűleg egyébként azért választott a rövidet a Fnatic, mert nem volt ideje a hosszúra talán. Hát arra semmiképpen se, hogy a Golden meg már letolta az idő alatt. Hopp, ez érdekes, hogy Golden nem látta meg. Nem tudom, valószínűleg itt a Brawl-on azért figyel rá, hogy ne ninjázzák föl, de ez meg lehet a CT-nek szerintem. Nézzük, hogy meg lesz-e. Mi? Nagyon necces. Meg lesz. Ez nagyon nagy szerencse volt, vagy hát ahogy nézzük, Golden ugye tisztázta azt a részt, viszont a lépcsőt az pont nem nézte meg, és úgy jött ki a timing, hogy Rallen fölért. Hát nem azt mondják, hogy több mint kínos. Igen. Ez így megtörtént. Igen, ez egyébként rendesen tud demoralizálni, ilyenkor én kérnék egy pauszt, de ilyenkor az általában nem, az ember nem kér pauszt, mert nagyon ideges. Túl ideges vagy ahhoz, hogy racionálisan dönts. Most nem lepődnék meg egy gyors körtől. Igen, így van, erőből, na most rohadt idegesek. Nézzük! Roland mennyire tudja osztani a fejeket? Az előző pályán nagyon ügyes volt benne, viszont kapnak azon egy gránátot. A vakító is jó, a kezdi! Lassan menne előre, de azonnal kap egy füstöt az arcába, ez nehéz lesz. Jön Minis hátulról, dupla, és rá lenni, és hát megsemmisítő erejű CT offenzíva. Hát, hogy offenzívek igen, voltak, abszolút. Igen, ez... Jól olvasták, azt mondod ezt a kört? Pontosan úgy, hogy te? Szó. Hát, igen, hogyha a pszichológiáját nézzük, akkor a könnyen lehet. Megnyerte a fél időt az Aristocracy, egyébként kérdés, nem volt mennyire? Rossz döntés, mert nem jöttek még különösebben gyors bét. Csak egyszer egy fél gyorsat. Viszont, hogyha meg azt nézzük, hogy az előbb mit buktak. Akkor várható volt egy gyors kör. Ez majdnem meglett Minisnek. Egy állapot láthatunk a Fnatic-tól.
Szép az, ahogy középről rálő, és utána hosszúra elváltja a pozícióját. Minisz általában ilyenkor az emberek rövidre vonulnak vissza. Nem félhet esetleg attól, hogyha éppen valaki gyorsan akar eltolni hosszút, akkor ott szembe találhatja magát vele? Szerintem a társa tartotta neki, de egyébként de az, igen, az valóban, para, ott az volt para tényleg, ott volt Rollen. Hát engem az A1 ebben a formában elég erősnek tűnik. És... a fekete centiről centire alatt próbálják letisztázni a pozíciókat. Inkább a hosszú fele mennek. Ugyanis arra tippeltek, hogy inkább röviden lesznek a CT-k, és ingyen el tudják foglalni a hosszút. Ezért nagyon jó az, hogy középről hosszúra mész. És utána egy ilyen setup-pal várod őket. Na most Golden sem fog szerintem meglepetni fokozni. Az egy kicsit kínos. Egy darab füsttel a hosszú lévő játékosokat ki lehet zárni. Flash a nagyon-nagyon körültekintő. Szép, szép, nézd meg a dupla ember előny vissza. Viszont a bomba, hoppá, ha ezt elövi Rallen, igen, akkor vége a körnek. Sőt, Tiha látja meg, mind a ketten kerülnek, Jézusom! Rallen és Smoke is van. Hát ez ennyi volt. Smoke, Molotov, minden az egyik, tehát a WC-t le tudják választani, és csak a banánnal kell törődniük gyakorlatilag. Hogyha oda dobja, de hát nem dobja, de viszont egy jó crossfire a cserébe. Na most érkezni fog még egy időkérés, mert nagyon úgy érzem, hogy a Fnatic az elmúlt három körben hát igazából indokot adtak arra, hogy ez a taktikai időkérés megérkezzen, de úgy tűnik, hogy még sincs. Ah, ott van. Hát pénzük az van. Tehát nem is ez a probléma, és nyilván nem is ezért kérték, hogy itt matekozgassanak, hanem az, hogy gyerekek. Vannak rések a pajzson. Mit történik? Mi nem beszél senki? És most elmegyünk egy rövid szünetre, de az Elmánia folytatódik. Tartsatok velünk továbbra is az RTL 20-on. Standard Crossfire. Rallen nézi azt, hogyha valaki balra akarna elmenni mellettük. Pont átfordul, és lehet, ez egy rossz döntés volt. Hát ez... van még egy ávédő, aki egyébként itt simán látok benne három fraget egy kis szerencsével. Igen, van egy lop HP-s játékos, meg két fél HP-s, ugye benne van. JW, és kettőt elhúz, megy van Mauz, 1v1 kell, hogy eldöntse a 14. kör sorsát, két fél HP-s játékos. Brolan versus Mauz. És Mauz megnyeri, halálpontos fejlővéssel, 11-3. Hát most tényleg semmi. Érted? Semmi nem jön össze tulajdonképpen a Fnaticnak. Nem igazán, vagyis nagyon sok dolog összejön nekik. Például a nyitófregek. Csak nem tudják kihasználni. Valahol mindig ott történik a nyitófreg szerzés, ahol éppen nincs a csapat, illetve a bomba. Most is B-n többek között. Lassan eldob egy rövid molit, hogy megakadályozza a CT-ket, hogy kipussolják. Rallen is ez pont ezt csinálja, tolja ezerrel. Egyedül, teljesen állat, nézzétek. Igen. Elég sok sebzést kiosztott azért. Igen, nem mondom, hogy nagyon rosszul jártak vele, mert ez határeset így a 4v4 az rossz nekik, de... itt már közönségnek játszanak. Itt teljesen magánakciók mennek, és nézd meg. Nincs lebüntetve érte. Megsemmisítő. És Brolan azt hiszi szerintem, hogy már ő visszaért a WC-be, Minisz. De lehet, hogy csak... de már igen, azt hitte. Ja, akkor lehet, hogy a kommunikáció sem volt tökéletes, már nem azért, mert az egyik társát ugye itt a Lufiknál lőtte le. Lehet, hogy itt a kommunikáció az nem a legjobb a Fnaticnál is, lehet, hogy ezért is bukják a köröket, lehet, egy kicsit leültek. Hát lássa egy 1v4-ben. Gyakorlatilag annyi előnye van, hogy nem ismerik a poziát, de hát valljuk be, ez valami kevés esélye van, hogy meg lesz, ugyanis 30 másodperc van vissza. Hát itt kinyitja az ajtót, és Rika azonnal lelövi. Igen. Jó, helyette viszont a lengyel. Ó, micsoda terelés. Mondhatnánk, hogy 200 IQ, de szerintem inkább véletlen műveletet. Nem, én úgy gondolom, hogy ez tudatos volt. Akkor de a 200 helyett a 100 IQ-t meg lehet ráadni. Jól van. De az átlagos igazából. Igen. Jó lesz az. 12-3. Hát ajtót kinyitni balra, amikor jobbról jön, az azért valljuk be, hogy... de jó, hát összejátszottak, de... megnézzük, hogy vissza tud-e térni a Fnatic erre a mérkőzésre, avagy lesz harmadik pályánk. Ez ki fog derülni a második fél időben. Pillanat, kompetens.
úgy tűnik, hogy az előzetes jóslatok, amiket itt megtettünk, egyelőre nem válnak be, ugyanis az Aristocracy a Fnatic pályán tetemes előnyre tett szert CT oldalon, és most ők fognak támadni, tehát ugye van egy helycserés támadás, erről szól ugye a két félidő. Most a Fnatic fog védekezni. Igen, ez egy már nagyon-nagyon nehezen visszahozható előny, amit az Aristocracy megszerzett. Jancsiván várom, hogy mi lesz, de sok jót nem jósolnék. Viszont overpasson egyébként megtörténhetnek ezek a comebackek. Á, hosszú megy az Aristocracy, erre a Fnatic különösebben nem számít, de azért spotolgatja. Kérdés, hogy hogyha végigrásolja ezt az Aristocracy, így van, akkor vissza tudnak elérni a célt, mert szerintem különösebben nem. Viszont megtorpantak egy picit, de még valószínűleg ez sem lesz elég arra, hogy visszaérjenek a védők. A bomba hamarosan le fog kerülni. Na most indul az igen. Aktiválás. Na most nincs egy darab füst a Fnaticnál. És a bomba egy olyan helyre van téve, ahol nagyon egyszerűen lehet, tehát itt jévén nagyon sok múlik, ugyanis egy olyan területe van az Aristocracynek, amely megnyerték ezt a meccset, hogyha jévén nem tud maradandót alkotni. Egy. Nem rossz. Mouz viszont folyamatosan trédelget, és már GW igen, mögé mennek. Igen, ez már ennyi. És úgy néz ki, hogy ez 13-3. Itt megint ugye fennáll a lehetőség annak, hogy a kérdés, hogy akkor-e forszolni a Fnatic. Vélhetően nem, mert ugye következő körben 14-3-nál, ugye már most odaadtam előre az Aristocracynak az anti-echo-t. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy nem forszolnak már. Megint itt egyébként minden eladott kör az már annyira csökkenti az esélyedet, tehát tényleg amikor 1-2-3 hiba lehetőségekről beszélünk ahhoz, hogy megnyerd a meccset egy viszonylag hosszú és igazad volt. Ilyen on the long run, bocsánat, tehát igen, tehát hogy sok van még vissza. Akkor egyszerűen muszáj azonnal megállítanod ezt a folyamatot. Uff, Mouz, ez szép volt. Ezzel gyakorlatilag mennyire te lehetőség, hogy elfoglalják banán részt, illetve WC-ket, és akár hosszút is, de inkább következetesen mennek előre, hát ezt most... Csak Mouz megy, ha jól látom, és akkor többiek majd szupportolgatják. Ő neki egy magtenje van, 4 de a Viniz, de hát részletkérdés. Ú, az a füst, de jó. Az a füst az életmentő volt a számára. És Bronon is elcsipi. 3v3 alakult ki, viszont nagyon kevés HP-juk van. Úgyhogy én azt mondom, hogy a Goldenit nem fregel. Ez nem fregel. Rossz. Nagyon is jó. Igen. Itt van, mellette rögtön Rallen, aki még eddig vak volt eddig a pontig. Uha. Gondolják, hogy ott van. Golden lehet a hős megmentő. Na elmegy ez a füst még ma? Vagy mi történik? Újra füstölték, gondolom. Éj, ez ennyi. Na most a Brolan 2 HP-val. Ez nem egy esélyes szituáció ismét, egy abszolút alaphelyről érkezik, szóval számítani fognak rá. Igen, így, hogy ráadásul mind a két játékosnak nagy kevlelré van, rengeteg lövedékkel. Igen. És most ő oldalba. Így van. Hát nem mondom, hogy legyen 16-3, de ha annyi lesz, hogy 5 alá kikapjon a Fnatic overpasszon, azt nem tudom hányan jósolták volna. De ha valaki igen, akkor jöjjön helyettem szakértőnek. Hú, próbálták a védők megjegelni közepet, hát fordítva sült el a dolog. Az a hája is elkésett. Az itt egy kis infót gyűjtött, 2 H-et kidobtak, tehát legalább 2 B, azt tudják. Ennek ellenére megpróbálkoznak a B-vel, ugyanis csak ketten vannak itt, nem tudom, hogy a többi védőről volt infójuk. Nem alakulnak felhőtlenül a dolgok eddig. Abszolút nem. 4v3 a CT oldalra, és 3 védő itt van, és a negyedik is érkezik szerintem. Creams, elég sokáig. És övék a rövid, tehát ez azt jelenti, hogy több oldalról tudják védeni. A rakót, tehát ezt itt nehéz bemenni, itt leginkább CT hibára kéne várni. Jelen esetben, hogyha ezt betolod, valószínűleg nem nyered meg. A B-rövidet föladták a CT-k, vagy valaki kin van ott? Igen, azt föladták, az nagyon jó a téknek, tehát attól ott most nem kell tartaniuk, hogy ott legyen valaki mondjuk a homozsák mögött, nem tudom, hogy miért adták föl. Crims próbálkozott, ezzel nem kellett volna, plusza viszont tud egyet lőni, JV is, tehát Dika maradt egyedül. Kettő védőre tud bejönni, most a védők úgy fognak játszani valószínűleg, hogy információt gyűjtsenek, de ne halljanak bele.
és aztán pedig Dikának annyi lesz, hogyha meg tudják tudva. Flashár sikerül előnie. Nagyon-nagyon-nagyon kis okos egyébként, jó helyre tartogat. Jajjaj, nézzük. Nagyon jó. Nagyon jó. 15 nagyon másodperc jó. Ugyanakkor. Jó, most kell C-re ránézni és agyonlőni. Megint egy kerülőre számít. És itt viszont kinéz Brolan, hogy mennyi lesz. Ez nagyon furcsa. Tisztázta a mögötte lévő dolgokat, szerintem egy kicsit izgult, aztán nem tudta. Tehát többször letisztázta, hogy nem jönnek röviden és hosszún. A CT-re sose nézett rá. Erre pedig CT-re rakta. Ha ezt a kört lehozta volna az Aristocracy, 15-3 lenne, gondoljunk bele, az tényleg egy utolsó szög, utolsó előtti szög lett volna a Fnatic koporsóján. Így viszont én azt gondolom, hogy nem hiába kéri ki ezt a bizonyos taktikai idejét az Aristocracy, hogy megbeszéljék a látottakat. Akit egyébként a képen látunk, az az Aristocracy-nak az edzője, Lord. Hát különösebb komoly referenciákat nem tudok mögé sorakoztatni. Egyhatban Virtus Pro tagja volt, vagyis bocsánat. Mi volt a nevük? Vitriolic, ami még a Meteor Makers, ami még ilyen nagyobb ESC Gaming, ugye ez is Again. Ezek ilyen tipikus azt német, vagy bocsánat, lengyel orkó. Azt hiszem, hogy nem jut eszembe. De ő tagja volt az álomcsapatnak annó. Kuben és Lord, aki a Kuben pedig a másik csapatot kocsolja. VP-t. Nos, nem csak Snacks, de Kuben is kimozdíthatatlan abból a csapatból, úgy tűnik. Na, a GW amellett dönt, hogy picit agresszívabb lesz, ez most egyébként jó döntésnek minősül. Igen, ez nagyon jó info. Lassan folyamatosan ugrál, derítget, na az minimum két játékos. Igen, viszont ha elég gyorsan az Aristocracy, nem tudom, hogy számítani fog a Fnaticnek. Ojjaj. Lassan próbált ezt a molotovot használni, hogy visszatartsa őket. Rolandnak mindenképpen fészelnie kell. Igen, viszont nézd meg Rolandt. Rolandt hát nagyon szemfüles, viszont Flasha hosszúra ment. Jó, itt leesett egy smoke. Nem gondolom, hogy bárki hinné, hogy hosszúra jönni fog. Egy Flasha, hogyha hármat lő itt hátba. Nézd meg, nem tudom, erre lesz a ideje. De csodálatos lenne. Valaki nézzük, tart nézzük. Vajon hátra? Mert alap lenne, hogy hátra nézel, mert hova máshova nézzél, de annyira váratlan, ja, hogy nem Istenem, néz oda. Ja Istenem, csodálatos. És mindig nem lövi el magát, na majd most! Ejj. Meg volt, volt ennek, legalábbis a harmadik emberelőnyben a Fnatic, Rallen és Taz nem tudja megtartani a sprayt és a rotát, és ettől kezdve Rallennek. Úgy ez nagyon furcsa volt, hogy legalább a legalsó játékos miért nem nézte hátukat. Azért, mert Rallen ugye nézte azt, hogy kötőből ne jöjjenek fel, tehát tényleg annyira váratlan volt az egész, amit csináltak, vagyis amit Tasha csinált, viszont ugyanakkor persze. Tehát teljes idegbajt kapnék, hogy hárman vagyunk egy helyen, valaki néz áfele, nézzen még egy arra, a másik legalább dodzsoljon, azért nézzen el onnét. Szóval, igen. Azt is mondhatjuk, hogy ez egy eladott kör volt. Így ebben a formában, de nyilván nagyot húzott GW, tehát nem lehet az ő érdemét, nem lehet levonni az érdemeiből. Teljes spórolós kör. Igen, igen, csapat. Bízom a Fnatic, hogy gyerünk 16-14-re vissza. Nagyon nagy comeback. Biztos, hogy ezt meg tudnák csinálni. Ó, a gránát is beesik. Az be. Még egy. Ezeket... Na, azért ennél többet vártam. Én is. Lehet menni. Adott esetben akkor itt banánt elfoglalni. WC-t és hosszút. Brolan. Ajaj, nem jön, nem érkezik. Kill, na majd most. Love HP és miniz. Esik el. És ahhoz képest egyébként, ha még egy freget tudnának szerezni, azt szokták mondani, hogy legalább két fegyvert elveszünk, az már ugye ekkor nem rossz, tehát úgy tűnik, hogy ez nem fog megtörténni. Dika nagy dolgokra képes. De nem ebben a körben. 14-6. Egymás elleni küzdelmekből eddig csupán egyszer jött ki jól ez a csapat. Egyébként pedig 6-szor nyert a Fnatic, amikor találkoztak egymással. Az utóbbi időszakban pedig nem is nagyon játszottak legutoljára a Pro League-ben, a 9. szezonban, ott Mirage és Nuke volt a két pálya. Hát ott valóban 2-0-val nyert a Fnatic. Még itt nem lehetünk ebben egészen biztosak. Sőt, most inkább azt mondanánk, hogy nem, tekintve ugye a részeredmény.
Brolannak egyébként nagyon nagy erőssége az overpass T-oldal. Hát nem látunk belőle egyelőre sokat. CT-je is nagyon erős. Ott még bizonyíthat. JV mellé lőtt egyet. Itt ugye most megint következtethetnek rá, hogy egy hosszú, hosszú setup van. Felállása a védőknek, tehát egészen nyugodtan, vagyis ha nem is pontosan, egészen nyugodtan, de egyáltalán el lehet foglalni a rövid részt. Érdekes az, hogy a Fnatic nem vált át a hosszú felállásukról, rövid felállásra. Zarik fogaszi meg egyébként nem foglalta a rövidet. Pont elnéz JW. Szerencsére van, mert Rallen sem nézett be rá. És itt valon keresztül teggeli el. Ezúttal most sikerül a CT-knek lefészelnie. Folyamatosan egy-egyekbe a ellenfeleiket. De az előző fél időben pont ez volt a különbség. Semmilyen párbajt nem nyertek meg. Bár hozzáteszem, hogy ez most 2v2, tehát mindig egy nyitott küzdelem. Igen, van egy bombájuk. Nem tudom, hogy a füstbe fel lehet ezt venni most. Az fel lehet szerintem. De esetleg nagyon-nagyon kis óvatos. Ha megvárjuk a társunkat, abból baj nem szokott születni. Igen, Krimz azért félhet attól, hogy oldalba lövik. Ezt. Semmi. Nem tudom, hogy itt mi készül. De Krimz az... Alig van idő. Juha. Ja. Nagyon jó pozíció. Nagyon jó választotta meg. Egyáltalán nem számítottak rá. Én egy kicsit féltem tőle egyébként, hogy oldalba lövik. Igen. Na most a kérdés az... hogy JV most vár, hogy van-e idő, most azt várja, lejár az idő. Nem járt le az idő. Dika, hogyha tisztázza a CT-t, és rájön, hogy mögé jön JV, JV-nek egy flash-e van és 6 HP-ja, tehát nem hibázhat az AWP-vel, jó helyre kell tartania, vagy le kell flikkelnie, át kell rántania. Most ez a kérdés. És nem lőhet mellé, Javicsik, hogy mert tévedek, meg is halt. De azt a dobozt azt így viszont át lehet lőni. Én szerintem nem lehet átlőni SG-vel, de lehet, hogy át lehet. AWP-vel mindenképp, tehát ez Dika köre most sajnos. Vagy nem sajnos. Minek mi? Én a Fnaticnak szurkolok, szeretem őket, úgyhogy nekem sajnos. Szokták mondani, a jó kommentátor pártatlan. Úgyhogy én nem vagyok jó. Hát amíg nem légsz be egy pártba, se addig pártatlan vagy. Így van. Ezt tartjuk. Ezt majd vedd ki, jó? Nyugi, csak az akciókat tartjuk be. 15-6, rendkívüli ez az eredmény. Pláne, hogy senki nem számított erre. Hát most elmondom, hogy milyen csapatokat vert meg akkor a Fnatic nem régiben. Astralis. Eléggé kicsi névnek tűnik. NIP és a Fúria most ugye csökkenő sorrendben mentem. A Fúria egyébként egy 34-32-t játszottak. Igen, azt élőben néztem. Nagyon jó volt. Érdekes az, hogy az Aristocracy egy abszolút mentális fölényből kér ki pauzt. Nem tudom, hogy mire készülnek most, nem tudom, hogy mi okból tették ezt. Vagy a Fnaticot idegesítsék, vagy hogy ők valami nagy okosságot elkövessenek most a következő másfél percben. Most nagyjából ezt a mozgást már láttuk az Aristocracy-től, ott picit azért jobban elő volt készítve, ez egy sokkal lassabb történet, de talán pont ebből jön a több info, hogy ebből inkább egy átámadás lehet. Már is került, tehát megint lörkölni kell. Azt megnyerték már, amikor JW-nak idejében sikerült megkerülnie a pályát. Scouttal néz és letegeli Minis-t. 13 HP a VP-snek. És ott van Krimz. Tudja jönni azt. És innentől kezdve már nem lehet eléggé biztosabban az Aristocracy. Nem, most az lesz érdekes, hogy Krimz hova vonul vissza. De nem kötőbe vonul vissza. Tehát B fele megy vissza. A hetes játékos, aki Golden, az pedig a B rövide megeti. Prollannak van egy frag. Na Moose nem lehet megnézni, hogy visszalövik-e. Nem sikerült visszalövni JV-nek. Egy golyóból öli a scouttal egyébként. Dikát pont nem. Pont azt a játékost találtam meg egyébként, aki ellen egy előnytelen harcot tudott vállalni. Viszont ide 0 HP-kkal nem fognak bejönni, ezt én mondom neked, Robi. Ez való igaz, de meg Golden meg fogja őket állítani. Rolandnal együtt 15-7. Van VP, sikerült szerezni. Hú, na egyszer bejött, amit mondtam. Végre. Több éve várom. Jaj. Minden csalódást megért.
Na, egyszer fogjuk még hallani ezt a bizonyos hangot, ami tulajdonképpen egy pálya végi, játék végi hangot gongot jelent, igen. Hát én úgy gondolom, hogy legalább még egyszer. Igen, ugyanis ez egy spórolós kör az Arisztokraszinak. Tehát nem valószínű, hogy le fogják hozni. Brolan. Most kérlek egy feget hozni, na majd most. És még egy szép kacsavatászat ez tulajdonképpen. Jévé az életért küzd, nagyon nem kéne eldobni azt az AVP-t, bár amit Fusa fel tudja szedni a helyet, akkor nem lett volna bőle nagy probléma, de nem illik meghalni ezekben a körökben glockok ellen. Na nézzük. Van-e lelki ereje tényleg arra a Fnaticnak, hogy innen megnyerik ezt a küzdelmet? De ahogy te is mondtad, hát itt már nem szabad hibázni. Nem, itt nem ajánlott. Erősen nem ajánlott. Arra emlékeztet itt a V4 Future Sports Fesztiválon, amikor a Trick vezetett hasonlóan a MIBR ellen, és nagyon sok kört hoztak még vissza CT oldalon. Fernek egy V4-je is volt még ilyenek. De tényleg benne volt a pakliban, hogy egyetlen egyszer hibáznak, vagy nem kell hibázni, elég, ha a Trick jól csinálja. Igen. És megnyerték végül. Az egy nagyon nagy fordulat volt. 2-0-val ejtik ki. Vagy ejtették ki a Dánok, a brazilokat. Az a kis alapkört láthatunk közben, az ötös játékos próbál infót gyűjteni, aki minisz. Ezt az infót meg is fogja találni, kérdés, hogy számít-e a fára? Nem számít. Ez... Ne, számít! Oké. Okay. A mindenit, szerintem egyébként... Micsoda! Ne, ez nem lesz meg neki. Egyébként Jévé Májek a szája. Nem is annyira számított rá, szerintem hozzáteszem egyébként, de Brola nem lőtt elég behúzta. Jól. Na most Jévé az be van zárva oda. Gyakorlatilag tudják. Igen, most próbál kijönni, de Dika még mindig tartja, nem akarja őt onnét kiengedni. Hát miért is akarná? És ketten be fognak férgülni. Megvan az egyik, ő Crimson nem fognak számítani. Kicsit hamar előtte magát, ez itt csak egy track crossfépen visszamegy a bombával. És Rallen közben hosszúról kettőt lőtt, Crimsonről van info. Szépen el fogja smoke-olni majd a CT-t, nem sieti el, tudja, hogy még nem kell. Ledobta a Molotov is nagyon jó. Habár egy kicsit jobban lehetett volna húzni ezt a két gránátot, de valószínűleg ebből nem lesz probléma. Crimsonnél csak egy flash van, tehát ha Taz le tud menni WC-be, és még ha meg is ölik Rallent, egy annyira erős 1v1 alakul ki Taz számára, hogy nehezen hozható, ha bár hosszúra megy. Az úgy nagyon jó Crimsonnek! Ó, ez nagyon nem kellett volna. Így is 33 HP-val van. Tehát Taz vagy Crims nem fogja azt mondani, hogy Taz hosszú van szerintem, mert az egyszerűen nem logikus. De nézd, hogy lehet ez? Ó, Isten! Pisztolya megy Crims, de ez mit csinált az? És végül csak megnyeri rajta, ezen 20 HP-val. De ho... A minden, ez sokkal jobb nálam készül, honnét gondolta? Erre mondják azt, hogy nice try. 1-1, úgyhogy menjünk harmadik pályára. Nem is emlékszem már mi volt az, nem is számítottunk ilyesmire. Mirázs! Megbeszéljük, hogy majd ott milyen esélyek vannak, de csak a szünet után mindenképp maradjatok velünk. Jövünk vissza. Az MLN műsora azonnal folytatódik a szünet után az RTL Plus-on. Nagyon sok szeretettel üdvözöljük a kedves nézőket az ESL Pro League 10. szezonjának C csoportjában, és azon belül is a második fordulóban vagyunk, Fnatic vs. Aristocracy, svédek a lengyelek ellen. Én a Roberto vagyok, és itt van velünk Málovics Gábor Gabesson. Szervusztok, én is mindenkit üdvözlök hasonló kedvességgel, de akkor a rendületem nincs, mint Robinak. Nézzétek el. De nem is azért vagy itt. Mi felszoktuk osztani a szerepeket így egymás között a kommentátorokkal. Van, aki okos, valaki szép. Most én egyik jutott. Se. De szép még lehetek. Csak sportolni kell. Na, itt az Aristocracy-nak reális esélye van trénen, én azt mondom, viszont a Fnatic az többi pályán abszolút győzedelmeskedni fog. Érdekesség, hogy második pálya overpass, és a Fnaticnak az overpassza az úgy született szerintem, hogy a Furia bepikkelte ellenük, és azt hitte, hogy minden jó lesz, mert a Fnatic még nem játszotta. És azóta a Fnatic mindenkit elver rajta. A Furiával kezdte, majd ment tovább az Astralisra, még ugyanazon a tornán.
Így van, és amit látunk, az ugye a szokásos elsőkörös pisztolykör, ilyenkor még ugye nincs pénz a játékosoknál, ezért általában Kevlar marad, esetleg egy-két gránát, amit éppen most látunk, Flash az, aki... Igen, ezt a gránátot arra fogja használni, hogyha le akarnának futni a srácok, akkor azonnal dobja, ez sebez, és ami még fontosabb, hogy lassítja őket. Most nagyon szép higgadt játék volt az, hogy nem dobta el egyből, most fognak kettő gránátot is kapni, hogyha jó ütemben dobják el, ez akár hüllekkel is járhat. Így van, nagyon sok sebzést sikerült abból szerezni, tehát abszolút sikerült kihasználni a gránátot. Roland, ugye az USP-t kihasználja, ami a hosszú távolságokra a legalkalmasabb pisztoly, még egyébként a Glock pont az ellenkezője. JW is meghozza maga fregét, ahogy Flasha is, egyre csak szorul a hurok. Az Arisztokraszi nyaka körül, Mauz marad egyedül, és még sebzés sem osztott igazán ki a T-csapat. Ugye ez konkrétan egy flawless victory. Az persze leszámítva, hogy a bombát letették a támadók, ez mindenképpen anyagilag jó nekik. Igen, igen, nagyon szép visszafoglalás volt a Natik oldaláról. Jó volt az elején a két gránát, utána a fönti részt szépen kifüstölték, hogy ne tudjon ott mit kezdeni magával az egyik ellenfelük. Ott egyébként az bajt okozhat, hogyha egy ilyen magasabb pálya részre, ugyanis mindent belátsz, és mindenkire rá tudsz látni. Tehát, hogyha ott bújik valaki egy magasabb pálya részen, és jó ütemben néz ki, amikor a társai harcolnak, akkor simán több freget is elhúzhat. A második körben úgy tűnik, hogy nem ragaszkodik ahhoz a lengyel csapat, hogy ők valami vásárlást alkalmaznak. Ilyenkor szoktak azt, hogy két játékost fel tudnak tankolni, hát két és fél játékost. És akkor utcú neki. Ők maradnak a szintiszta Echo-nál, spórolós körnél. Egy klasszikus nyugodt választás. Igen. Ugye a következő körben nekik mindenük meg lesz. Igen, ebben a körben gyakorlatilag nem érheti őket csalódás, vagyis maximum pozitív, hogyha esetleg nyernek, vagy hármat likvidálnak. Nagyon fontos az anyagiak miatt egyébként, hogyha három játékost tudunk elhúzni, akkor folyamatosan lent tudjuk tartani az ellenfelünk pénzét, ami azért jó, mert ha nyerünk utána egy kört, akkor azonnal spórolásra kényszerítjük. Ugyanis, hogyha viszont legalább hárman túlélik, vagy többen, akkor ugye, ahogy egymásnak dobnak a játékosok, folyamatosan gyűjtik a pénzt. És egy ilyen utolsó sorban az iszonyatosan frusztráló, amikor egy ilyen tényleg semmi vásárlás ellen, ugye Anti-Echo-nak szoktuk mondani ezt a CT-k szemszögéből, kört veszítünk, vagy fegyvereket veszítünk. Tehát ez nem elsősorban nem csak játékmechanikailag, hanem bizony pszichológiailag is egy nagy csapás tud lenni. Márpedig hát a lelki béke mindennél fontosabb. Az így van. Anélkül nagyon nem lehet megnyerni egy mérkőzést mondjuk. Nagyon jó ütembe érkezett a gyújtógránát. Golden lehet az, aki mondjuk az SMG-t kihasználva, és Flasha is itt van. Szépen alosztoznak 2-2-es arányban eddig. Ez nagyon jó, hogy ezekkel a fegyverekkel tudnak fregelni, hiszen ezzel nagyobb bónuszokat tudnak összeszedni. Ez elég egyértelműen, tehát ez a kör is. Hasonlóan vélekedem, túl sokat nem tudok róla mondani. Gyakorlatilag már három benti védő várta őket, szóval nem volt reális esélyük. Jó pozíciókat vettek, azt se tudták gyakorlatilag, ahogy jöttek, hogy mi van, mi, ki, merre és hol. Na akkor most kezdődik csak a java. Arisztokraszinál vannak a fegyverek. A Fnatic megtartotta egyébként a kis fegyvereket. Egyet, ha jól látom, ott Crims rávásárolt. Ez nyilvánvalóan annak tudható be, hogy szeretnék még mindig stabilan tartani a bankjukat, mert ha ezzel a szettel nyernek, akkor ez aztán tényleg szó szerint kifizetődő, viszont veszélyes játékot űznek. Hopp. Ott majdnem észrevettek egy játékost. Hogyha megnézzük, akkor ezek a rossz fegyverekkel, tehát Goldennél van például egy ilyen, elfoglalta a létaszobát. Ezek nagyon fontos dolgok egyébként, mínusz egy hely van, ahonnét be lehet keríteni a kinti lerakót gyakorlatilag, illetve brawlani a középrész. Ezt mind vissza kell foglalni a támadóknak, és akkor mind jelet adnak magukról, és tudni fogják a védők, hogy honnan, ki, hányan, és milyen módon érkezik. És még mindig ugye volt füst, ez újabb közel 20 másodperc, amit ki kell várniuk, nem nagyon szeretünk füstöket áttolni. Ugye vannak azért kivételek, flash-sel még meg lehet próbálni, de szerintem erre még nem vetemedik az Arisztokraszi. De azt próbálja elfoglalni Popdogot, egy ilyen centrális rész. Innen lehet fordítani B-re, illetve ára támadni. Hát mindenképpen áttámadás lesz, tehát most már nincs mese. Valószínűleg, igen.
egy füstöt is dobtak Pobba. Úristen, Krims teljesen vakon tud fregelni. Brolan 1-1-es strédel megy ki a játékból. Krims ügyesen visszavonul most, hogy előnyük van. Flash-ra egyet füstön, neki ez gyakorlatilag a signature, jellemző. Hogy szokták? Ez tényleg? Nehéz. Hát jellemzői közé tartozik, valóban egy ilyen... Nagyon jó érzéke van ahhoz, hogy füstön elkapja az ellenfeleit. Hát itt már gyakorlatilag, itt most, hogyha idő után ölik meg őket, akkor nem csak a fegyvert veszik el, Úristen, hanem pénzt sem kapnak. Most Rallan ezt nagyon megérte, de nem csak ő, hanem Miniz is. Igen. A lehető legjobban jött ki ebből most a Fnatic. Most lehet, hogy emiatt akár venniük is kell, mert milyen érdekes, hogy egyet. Milyen érdekes, hogy a játékot úgy találták ki, hogy büntesse a téket akkor, hogyha ilyen nagyon passzív játékot játszanak, és tényleg persze, időt túl. Persze, hát ez nekünk nézőknek mindenképp jó, nem? Most gondolj bele, hányat mentenék, hát majd elaludnánk. Ja, így van. Így meg, ha minden jó megy, még a stúdióba rágyújtok, olyan izgalmas mentel. Nem hiába egyébként a Csai az egyik legkidolgozottabb és kiegyensúlyozottabb e-sport, mert ilyenek vannak, hogy amit láttatok. Tehát a téktek támadni kell. Igen. Megint semmiféle jelenlétet nem mutatnak egyébként a kinti rakó felé, úgyhogy már megint kettő benti védő van, és ez... Akár háromra is nőhet szerintem, hogyha valamit elfoglalnak még a fnatikosok. De gyakorlatilag semmit, el se dobtak semmit a kinti rakóra, középet mélyen nézi a négyes játékos, el is füstölte, hogyha a radart esetleg nézitek a térképet. A bal felső sarokban. És látható, hogy bizony, azok a sárga pontocskák hamarosan be fognak indulni. Golden még új időben dobja ki a füstgránátját. Némi sebzést is kioszt, és megint csak megfordítja ezt az Aristocracy. Azért... Hát nem, érezték szerintem, hogy ott vége van, ha kimennek. Ez pontosan így van. Megint ott a három benti védő, ugye? De már elkeseredettségükbe egyszerűen lemennek, de tudják, hogy vége szerintem. Taz, az egy szép fejes lehetett Goldenre, és nem tud flashet hozni egy darab killt sem. Ez később még problémát jelent. JW pedig egy tüzet dob lerakóra, ezzel próbálná megakadályozni, hogy letegyék, de ez már ugye késő. Már két fegyvernek annyi. Maúz pedig Brolan révén esik el. Szép Molotov, igen. Hát gyakorlatilag egyébként nagyon jól jöttek ki ebből az egészből. Lássa, mindenképp a fenti játékost akarta lelőni. És szerintem azt gondolta, hogy úgyse tudják az ő pozícióját. És aztán ráér, elidőzhet, és úgyis jó lesz lefelé, és hát nem. És ez a tekercses pozíció, ez milyen? Mert én körülbelül úgy képzelem, hogy egyszer úgy nagyon jól lehet, körértékű pozíció, viszont gyakorlatilag utána már végig, akár Prefire-be vagy, mert ugye egy nagyon papír hely. Igen, ez gyakorlatilag arra jó, egyszer be lehet játszani, viszont egyébként arra jó, hogy ha a társaid elvonják a figyelmet, akkor te itt meg tudsz bújni, és utána alkotni valamit. Viszont amennyiben sajnos képesek rád figyelni, és csak veled foglalkozni, akkor természetesen nem jó. Na nézzük. Abszolút gyengének is nevezhetjük. Újabb vásárlás az Aristocracy-tól, még ezzel együtt teljes értékű vásárlás, a kettő volt a lengyeleknek. Nagyon gyenge volt a legelső, úgyhogy reméljük, hogy ebből többet ki tudnak hozni, mert a játék korai szakaszában vagyunk, és azt gondolom, hogy ha még most játékban tudnak maradni, vagy tudnak kört hozni, akkor később az önbizalmukat is fel tudják építeni ebből, viszont ha nagyon elhúz a Fnatic, az hát mondjuk természetesen a legjobbak mindenhonnan tudnak fordítani, csak félek, hogy nem feltétlenül igaz rájuk ez a jelző. Nagyon jó egyébként, hogy a piros vonat tetejéről itt az AWP-vel nézi a közepet. Még hát gyakorlatilag most a Brollant, hogyha megnézzük, olyan pozícióban, mint a tekercs. Ez egy semmit nem érő pozíció lenne. Viszont hamarabb fog kontaktolni az AWP, és arra fog fókuszálni a támadó csapat. Tehát az elsőt lelövi az AWP, a második pedig az AWP-t kergeti, és Brollant oldalba fogja lőni. Legalábbis ez lenne a lényege. Aztán van olyan nem... 200 IQ play, ami azt mondja, hogy ezt ki lehet valahogy játszani? Egy vakító, hát, hogyha mondjuk, lefleselik, igen, az para lehet. De egyelőre nem úgy néz ki, hogy készítenek ki bárki is vakító gránátot. Nem, ez kifejezetten egy kontaktjátéknak tűnik az Aristocracy részéről, ami hát nem lesz előnyös. Kivéve, ha most jön. És a timing, ugye? Önmagában a füst is jó volt, amit kidobott JW. Igen. Ennek van egy olyan mechanikája, hogy ha kibújsz belőle, akkor meglátnak hamarabb, nyilván aki távolabb van a füsttől. De azt tud fészelni egyet. Bomba bentire akar menni egyébként, ami izgalmas ebben, hogy gyakorlatilag megvan a kinti nekik, viszont a bomba még bent, de most elindult kifele. Ez nagyon reci, igen. Ez nem lesz és meg. És vége. Ennyi volt, el lehet menteni. Itt a WC-ben legugolni.
Van egy szakértői vélemény, ami szerint az Aristocracy remek, sőt, kifejezetten fantasztikus játékosokból áll, csak meg kell tanulniuk még kommunikálni, célozni, a crosshair placementet, az economy managementet, a pistolémet, az AWP flikkeket, és itt még egy jó pár tétel fel van sorolva. Hát bárhogy is, ez nyilvánvalóan egy troll kurzusba illő mondat volt. Tegnap voltak jó momentumaik az Astralis-szal szemben, én nem gondolnám, hogy feltétlenül ez a bírálat jogos volna. Hát nyilvánvalóan azért sokkal gyengébb csapatokkal játszanak általában, tehát nekik ez az ESL Pro League azért egy elég nagy kihívás. Tavaly is itt voltak, és a középmezőny vége felé az utolsó kétharmadban végeztek, tehát igazából kiharcolták azt, hogy most is itt lehessenek. Hát mindig van hova fejlődni a kommentel kapcsolatban, annyit tudok mondani. Természetesen nyilván ez egy rossz indulatú szemét komment volt, de viccesnek vicces. Jaj, 5-0, ez már egy tetemes előnyt jelent. Mentálisan és hát a gyakorlatban is nyilvánvalóan. Valakinek vállára kéne venni a csapatot, egy jó entry-t meglőni. Miniz. Az AWP-vel ez lehetséges, nem jó a flick! De a többiek beindulnak ettől függetlenül. Roland. Duplázik, hát egészen elképesztő. Itt az AWP-s párbajból végül Miniz jött ki jobban. Nem teljesen lehetetlen. Össze-vissza bujkálnak ott rakó mögött a srácok egy fölment toronyba. Nagyon jó, nem akarják magukat megmutatni az AWP-nek, Miniz itt kering vele már egyébként nem tudom mióta, de nem adnak neki lehetőséget. Továbbra sem adnak lehetőséget. Szegény már nagyon rosszul van. Hopp! Most kapott és élt is vele egyébként, de nem jött neki össze. Mind a két pozíciót ismeri a Fnatic. Pontosan tudják, hogy mi történik. Most gyakorlatilag ezt nem rontják el, akkor meg lesz nekik. Igazából egy perc van az órán, tehát ebből akár egy elég sok pozíciót meg lehet még itt változtatni. Igen. Ebben. Tetszik ez, nézd, bentire egy füst, egy pers, és közben hatoson sétál a bomba. Kifejezetten fantáziadús most, amit látunk, és szerintem meglepő lesz a Fnatic számára is. Bár egy kicsit sok idő telik el a benti terelés, és a hatos kijövetel közt, de még így sem fog rá számítani egyébként Golden. Rallen 25 HP-n, és még 30 sek az órán. Na most itt van 3-0-os játékos. Ha ezt tudná Rallen, lehet, hogy nem váltott volna VP-re, mert a Galil egy lövedékkel is tudott volna fejenként egyet-egyet elhúzni. Itt tényleg megint a timingos idegek harca, természetesen a CT-k már visszajöttek, és lerohanják, amint tudják. 6-0. Hát itt lenne az ideje valamit letenni az asztalra. Egyébként ez az 5-0, ez egy tipikus olyan fordulópont szokott lenni a játékok során, amikor egy kicsit megismeri a védelmet a támadó oldal, avagy fordítva, és ilyenkor az 5-0-ról elkezdtek felállni a csapatok. Mi az a lélektani határ, ami már nagyon fáj? Hát én azt mondom, hogy egy ilyen 12 kört bekapsz, ott már azért úgy érzed, hogy itt, hát ez valószínűleg elment. Persze láttam már sok meccset, ahol nem. És visszahozták. Igen, na ez itt hatos. Jévé, nem. Teljesen résen van végig. Egy középről próbálták elvonni a figyelmet, de hatosra is ugyanúgy odafigyeltek. Rallen és Dika marad egyedül. Na ez most szép volt. Ez a dupla maga megtennel. Én tehát játékos marad egyedül. És van még ott. Frag csak aztán egy beleéket flashának kap. Igen. Ez egy dühítő kör lehetne a Fnatic számára, hogy ilyen szép előnyből hármat engedtek Dikának, vagy Disának, vagy bárhogy is hívják az úriembert. Ellenben azt hiszem, hogy 7-0-nál ez különösebben nem érdekli őket. Aztán leadnak egy-két pacsit nevetve egymásnak. Ránéznek, hogy még mindig nincsen körük, gyerünk. Bankjuk már elég stabil ahhoz, hogy ne érdekel őket. Bár annyira nem, ez, annyira igen, nem. Igen, és számítottam arra, hogy itt valakinek nyilvánvalóan meg kell ezt cáfolni, és ez Golden leginkább. A többiek tudnának venni esetleges körveszteségnél is, hát neki is valószínűleg össze tudnák hozni a dolgot. Kis Kevlárral, meg Diffuse Kit nélkül, ilyesmi, úgyhogy nem kell aggódni. De hát ez még nem a 9., hanem a 8. kör, úgyhogy koncentráljunk erre. Az Aristocracy tud-e valami újat mutatni? Alapot láthatunk tőlük, egyébként ezt nem nagyon csinálták eddig. Ez arról szól, hogy elfoglalják a benti részt, és elfoglalják a hatos részt is. Így elég nagy teret nyernek a pályán ahhoz, hogy utána tudjanak játszani a védelemmel, terelésekkel és egyéb szempontból. Az egyéb szempont egyébként fogalmam sincs, hogy mire inkább a terelések. De jó hangzott a végére, nem? Kifejezetten. Valóban, úgy tűnik, hogy a lengyelek nem néztek Kodiak videókat, mert ezt a popdogot sokkal jobban ki lehet malózni, konkrétan úgy, hogy talpalatnyi helyet se jusson. Igen, a kettőt kell akkor használni rá.
De itt is kettő dobtak be. Ja, akkor csak egymás után, és nem fura volt. Na mindegy. Igen, valóban érkezik egy Ivy támadás. Hopp, ez jó lehet. Nagyon szép, Jadalinak annyi. Megvan az entry. Ebből már lehet építkezni. Folyamatosan lehet emberelőnyös köröket, illetve helyzeteket kialakítani innentől kezdve. Creams. Roland ellövi magát, minél tudja sebezni. Nem releváns. Creams! Jézusom, még pont bemérte a lengyel fejét, mielőtt kapta a vakítót. Nagyon szépen visszavonult. Viszont... Hopp, elkapták már. Na hát ez egy 4v3, viszont mi az összes CT lassan kint van. Úgyhogy... Jézusom, flasha! 2v2, Brolanra nem tudom, fognak-e számítani. Nem mondom, hogy a leggyorsabban jön középre, tehát ő onnét fog most jönni, ahonnan a támadók jöttek. Viszont elég sok idő eltelt, úgyhogy lehet fognak rá számítani. Mind a két CT-nél van Diffuse ki, tehát idővel tudnak úgymond gazdálkodni. És valóban az, hogy érkezik hátból Brolan, nem tart le erre ma úz, és megvan Brolannak a fej. Nagyon tiszta lövés, 36 HP-val Taz meg tudja nyerni az Aristocracy irányító játékosa ezt a clutch szituációt. Én azt mondom, hogy egy frag és elbukja, de lehet még annyi se lesz. A gránát se segít, viszont megvan a fej, és lehet, hogy ki tudja időben játszani. Az már annyi. Megcsinálja Taz. Szerintem felszedhetetlen, abszolút, igen. Megcsinálta. Na, az évek és a rutin. Így van. Nem volt szükség két fregre, elég volt egyre, és utána pedig játszadozni az idővel. Hát ez a Kapjál, ha tudsz című történet. Leonardo DiCaprio. Nagyon jó, tetszik, hogy a filmes referenciákban otthon vagy. Köszönöm szépen. Na jó. Megtört a jég, vagy svéd jég, vagy inkább ez csak egy ilyen szerencsekör. Kiderül a folytatásban. Nem, itt vagyunk, nem megyünk sehova. Itt egyről folytatok, és valóban Holden, semmi. Pénzpara beállt egy kicsit. Oké, okay. Mouse. Ez egy elég laza kis frag volt. Ilyet nem szabad adni. Még ajándékba sem. Itt középre kéne használni ugye gránátokat, de mivel a Fnatic úgy áll pénzügyileg, nem lett meg. Itt dupla pík volt két oldalról. Elkezdtek végre csapatban játszani a lengyelek. Jönnek a válaszok, esik a bomba, Goldennek nem jön össze a spray control, ahogy JW-nak sem, az a gránát, nem releváns. Jó. És nagyon úgy tűnik, hogy... Hát ez igen, ez tényleg nagyon úgy tűnik. Megint nem lesz kör, úgyhogy igen, mondhatjuk azt, hogy megtört a jég. Igen, most egy ekót rá kell rakni, aztán megint vehetik a srácok, tehát ez... Hát nem mondom, hogy 7-3 az állás, de elég valószínű. Ebben a körben semmi pénzük nem lesz, nem is vesznek semmit, hogy a következőben ugye jobb eséllyel induljanak. Mi volt a legviccesebb totem állat, amit láttál valaha? Így. Az mi? Majd legközebb filmekről kérdezek. Ja. Hát ez egy ilyen kabala. Ja, hogy egy kabala áll. Hát így ismerem, persze, nem, jó, nem tud totem. Nem vagyok sámán. Még, vagy nem most pont. Igen. A Vega Squadronnak a ilyen kis cápái, azok tetszettek. Bizony. Miniz. Igen, hát itt most fel kell kanaladni szépen egyenként a Fnatic játékosait, ezek most ingyen fregek. Igen. Az igazi bunkók ilyenkor semmit nem kivélve mennek egyébként az eco fregekre, ugyanis ezeket nagyon könnyű lelőni, és a statisztikát ugyanúgy javítja, mint hogyha fegyvereseket lőnél. Persze ez egy gyengébb szinten láthatjuk általában ezt, de magas szinten is bőven előfordul. Egyébként, ha bele akarjuk magyarázni, akkor abszolút valakinek például önbizalmat tud adni, hogy itt 3-4 freget lelő. És aki kicsit mentálisan gyengébb, az itt föl tudja ebbe a körben húzni magát, és aztán a következőben menni. Nekem volt egy, hogy is mondjam, egy ilyen ötletelésed azzal kapcsolatban, hogy hogy lehetne, ugye nagyon sok statisztikát mér a Counter-Strike, ami tök jó, és a mióta létezik HT-ve azóta még sokkal több statisztikát láthatunk, hogy tulajdonképpen súlyozni kéne a fregeket, ezt te mondtad, ugye? Igen. Ezen a véleményem vagyok. Ez ugye azt jelenti, hogy mondjuk a értéktől függően tennéd, hogy mondjuk milyen értéket vásárló játékost lövünk le, és akkor annál... Így van, tehát a felszerelésének az értékéhez kapcsolnám egy részről azt, hogy mennyire fontos a frag. Ugye vannak mondjuk a nyitó fregek fontosabbak, és a többi, tehát vannak más aspektusok. Viszont mindenképp fontos az, hogy egy... felszereletlen játékos tőlünk meg, ami a világ legkönnyebb dolga. Gyakorlatilag anyu, hogyha nézed, akkor te is megtudnád. Vagy...
vagy pedig mondjuk egy AVP-s lövünk le. Aha, világos. Na jó, akkor újfent vásárol a Fnatic. Az a gránát, az, igen, az belement. Csípett. Azt levették fejje. JW. Megy előre Mini az AVP-vel. Ez a kör jött be nekik, viszont most nem úgy tűnik. De, igen, 4v4 kijött. Kettő kinti védő van. Letartják. Ez egy frag, és megledikálnak. Ez így most, eddig nagyon-nagyon jól alakul. És a Benti, nézzük a Benti mennyire van meg. Valaki van bent, és eljött a Benti. Na most itt túl kell élni nagyon sokat, hatosan a játékosoknak, míg a, ki fog érni a Benti játékosuk. Ha ne, ez nem történik meg, akkor gáz lehet. Jézusom, Golden nagyon nagyot játszik. Jó, igen, volt az info is ugye Flashától. Igen, és ez most megint egy olyan szitu lesz, hogy valószínűleg egyetlő máhúz, nagy meglepetésből, és a, utána már az információ előny a következő játékosnál lesz. Tehát most máhúzról nem tudnak, megvan az egy frag, most viszont Golden tudja, hol van máhúz, és máhúz nem tudja, hol van Golden, csak egy nagyon régi infója van róla. Ne menjetek sehova, a rövid szület, és az Emania visszatér. Irányba tart Golden is, de az igazság két, na, oldalról is jöhet. Ott egy fej, hop, hop, és előri magát Golden, 14 HP Mauz. Nagyon ügyesen leugrott, ugyanis eddig egymás fejét látták, most ő fejbe lőtte, leugrott, ugyanis a fejharc az neki ugye nem előnyös, mert egy golyóból halnak meg mind a ketten. Most már elég egyszer találni a lábát is. 20 másodperc, tehát valamit el kell kezdeni csinálni. Mauz le tudja rakni úgy a bombát, hogy ne lássa meg majd őt Golden. Nem, kivéve, hogyha Golden spotolgatja folyamatosan. És annyira is tesz. Ez a spotolgatni, ez azt jelenti, hogy nézegeti gyakorlatilag. Igen, hogy kinézek fal mögül vissza. Igen. Ki és vissza, igen, ez azt jelenti, hogy egy biztonságos módon nézegetett gyakorlatilag. De elméletben is ugyanezt jelenti. Goldenéként egy érdekes történet, mert játszott ő már ugye honfi társaival, akkor valahogy nem jött be a dolog, aztán így hát száműzték Amerikába, a Cloud9-ba, és ez az nagyon szeretett csapat volt, és most visszajött, és most nem tudom én, nekem teljesen oké a játéka. Abszolút, és egy nagyon jó irányító, az NIP-ba beugró irányító volt, viszont Lekrót hagyták meg irányítani, és utána nyilatkozta Get Right, az az NIP-nak az egyik sztárjátékosa volt, igen, hogy nagyon bánják egyébként, hogy Lekrót meghagyták irányítani, ugyanis Goldennek sokkal-sokkal nagyobb tudása van, viszont ez valahogy a torna során derült csak ki, amikor hibákról beszélgettek, és hát ez van. Mondjuk, hogyha te hallanál egy ilyet a csapatodból, hogy így nyilatkoznak rólad, mert hát igazából itt Goldent méltatták, gondolom, tehát igen, nem az volt, hogy hát Lekrót bántalmazták verbálisan. Lekrónak más dolgok, hát mondjuk lövésben sokkal-sokkal jobb, mint Golden, úgyhogy kimiben jó, általában, hogyha valaki mindenben a legjobb, nyilván az... Én nem is ismerem. Annak nagyon jó, de igen, hát ez Ivo. Ez Ivo? Lehet, hogy jól irányít. Igen. Bár ki tudja. Na jó. Amikor még a P2-től erős pisztoly, de hát azért ezt mégis mégsem várná az ember feltétlenül. Megpróbálta volna kihozni a fegyvert, de majd Rallen, aki egyébként most egyedül marad, és valóban elfogytak pénzbe, tehát jól látja mindenki, hogy ez egy spórolós kör. Igen, lábon csapták, nem, testen csapták közben scouttal. Krimsnek kéne megölni, vagy úristen, de igen, na, ő még egy nagyon nagy egyéniség, most pont nem látjuk róla a felvételt, de majd, hogyha esetleg rámozd a kamerától szélen, nem teljesen szélen, hanem hát a Krims, a kopasz fiatalember mellett, és ő ilyen nagyon pimasz játékokat szokott magának megengedni. Play-eket. Igen, 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 ő neki olyan tulajdonságai vannak, vagy olyan dolgokban tehetséges, hogy egy ilyen stílusra tett szert, ami egyébként teljesen egyedi. Csípem, csípem, jó, szeretem a sokszínűséget. Gyakori egyébként, hogy teljesen égő molotovokon megy át például, ezt másnál nem igazán látjuk. Ő szereti nagyon kihasználni a váratlanságot és a gyorsaságot. Ő itt az. 30 fölötti úriember. Szerintem legalább 10 éve versenyszinten játszik. Nem, valószínűleg 13-4 is megvan. Még akkor is játszott, amikor vagy akkor már nem. Akkor játszott, amikor még volt haja, pontosabban. Egy pont hat óta, hát az sem volt. Bár egyébként mai napig jönnek még ki refrissítések, nem tudom. Igen, látom úgy, hogy jött valami, de igazából ahhoz se volt kedvem, hogy elolvassam. Jaj.
technikai időkérés, ami nem a legkedvesebb a számunkra, mert ez eléggé random, hogy meddig tart. Így van, illetve a játékosoknak is eléggé idegörlő tud lenni, mert nem lehet közben beszélni. Ugyanis nehogy ugye kihasználják azt, hogy a taktikai időkérések elfogytak, és mondjuk technikai kérnek, ezért gyakorlatilag mindenkinek csöndben kell maradni. Ugye csöndben lehet itt kortyolgatni a vizet, nagyokat nézni. Ezek bármelyik csapatnak egyébként jót tehetnek. Jelen esetben azt mondom, hogy nagyjából a Fnaticnak nem nagyon tehetnek jót, mert csodálatosan állnak, viszont kizökkentheti őket. Nos. 13. kör. Itt még egyébként az Aristocracy tud olyan eredményt elérni, ami teljesen oké lett a számukra, tehát egy 5-6 kört adott esetben. Én azt mondom, egy 6-os legalább kéne. Na, tasz, hogy nem vakult be, azt sosem tudjuk meg, valószínűleg nem volt jó a villanó, viszont ez egy kinti terelés, és megy a benti kontakt, amit, hát Flash-a nem igazán tudott lekezelni. Nem, nem volt egy sikeres kezelése a benti kontaktnak, 3v3, Rallen elég 100 HP-ról majdnem, ha megnézitek, 12 maradt neki. A CT-k ki tudtak jönni Z-ből úgy, ahogy az nagyon meg lehet itt tartani, de ilyenek JV is elégett 40 HP-t. És most megkezdődik a riték, nem rosszak a T-pozíciók, van egy fönt, egy lenti, itt nem kéne ingyen freget adni. Van egy molotov, arra nincsen smoke-ja a Fnaticnak, úgyhogy a molotovot rá lehet majd dobni a bombára. Közben Rallen egyet húz, Krimz is egyet, itt lesz egy találkozás, ezek elég randomok. Ajajaj! Igen, ezt JV nyerte. Na viszont miniszénél, és nincs moló se. Eltűnt a moló, valaki meghalt a molóval, az nem jó, ez egy kill lesz talán. Sőt! Ó, kettő. Nagyon igen, egy szép. A hengel. Ezt igazán bravúrosan csinálta. Ilyen bocsánat, Robi, kicsit rápörögtem, ez a te dolgot szokott lenni. Nem, figyelj, átadom, úgyis sokáig leszünk még itt, úgyhogy ja, tartalékolom az erőmet. Kimagam. Igen, jól csinálod. Tour de France-on indulj. Hosszú távfutó vagyok amúgyis. Hát gondoltam egyébként az alakotból. Szintén én is. Na. 9-4, Fnaticnál nincs pénz, nézd. Van 4 körött Rainen, akkor úgy nyugodtabban folytatod már a játékot? Azt mondom, hogy nem esélytelen, de nem, de viszont 6-nál azt mondom, hogy menjünk tovább Pesgőbb a következőre. Pesgőt azért nem mondtam, hát de... Hát előkészted a poharat, behűtve vagy valami? Hát az végig, ja, persze. Van több éve. Na, de hát... az alkoholizmus nincs közel a Rainhez. Hoppá, nem, hát. Itt valami történt. Itt valami technikai probléma lehetett, valószínűleg az előző pauszhoz hasonló dolog megismétlődött. Úgyhogy most egy kicsit várunk, ezt a kört meg vissza fogják játszani. Viszont nagyon jó esélye van egyébként az Aristocracy-nak megnyerni ezt a kört, és a következő körben még annyi pénze sem lesz a Fnaticnak. Tehát egy 9-6 az most teljesen reális lett számukra, ami meg úgy gondolom, hogy egy nyerhető pályává teszi. A Train az Aristocracy-nak egyik messze a legjobb pályája. Oda néztem, nagyon boldog. Nem tudom, hogy miért. Indokolatlanul valószínűleg. Mert hogy éppen most szedik szét az egyik társának a... Ja, igen, igen, igen. Akkor valószínűleg kifigurázta a helyzetet. Igen. Na itt egy totemállat, Robi. Nem tudom, tudod-e mi az a totemállat. És annyira aranyos, mert látszik, hogy legalább 30 éves porcsíkok vannak rajta. Kis béken. Flash egyébként úgy fiatalabbnak tűnik, mint... pár éve. Lehet szerintem a rövid haj, illetve a rövidebb szakáll teszi. Ó, meg lehet, hogy még egy picit súlyvesztés is lehet a háttérben. Vagy egy kísérleti gyógyszert szedetnek vele. Úgy senki nem levegyen be semmit, amire nincs ráírva, hogy az orvosom írta rá. Gyorsan valamit. Go Aristocracy. Csak ott arci volt írva. Nagyon jó, és hashtaggel. Tehát egy gépet szedtek szét az előbb, te azt láttad? Már én hát tudom. Már a monitornál voltak. Mm-hmm. Igen. Hát... akkor beszéljünk egy kis történelmről addig. Rendben, abban nagyon jó vagyok. Nemzetközi? Ázsia. Itt kifejezetten az ISL Pro League-nak ugye a történelméről akartam, hogy ez már egy 10 szezonos történet, és hogy maga a verseny az mikor indult el, a legelső szezon, képzeld el, hogy 2015-ben vette kezdetét,
és a Fnatic nyerte meg az első szezont és a másodikat is. Na. És a line-up mint a akkor két esetben... Akkor Fnatic éve volt, ilyen 16-ban már az SK-ra jött. Így van, erre jól emlékszel. A line-up pedig, tehát erről akartam beszélni, ugye azért nagyon érdekes, mert kettő játékos biztosan, ugye Creams, JW és Flash, akkor rögtön három, tehát a csapat magja ilyes formán még mindig ugyanaz. Persze volt egy kevés idő, amíg nem játszottak együtt, és akkor ilyen gátszentezések voltak, meg ilyen ürültségek, tehát... De aztán újra egymásra találtak. Hál' Istennek. Nagyon romantikus történet az övék. Jó, most azt nem tudom egyébként, hogy ugye ez a hármas maga, amit mondtál, Olof, ugye az abszolút negyedik, és ugye Pronax volt az ötödik, amikor az ére volt. Jó, hirtelen Pronax nem jutott eszembe, most már nagyon szégyellem magam utólag, mert teljesen triviális. Valójában azért Pronaxról már legalább, hát most itt csúnya leszek, de alsó hangom, kettő éve biztosan nem hallunk semmi pozitívat, de inkább nem, négy. Igen, tehát a Pronaxot úgy kell elképzelni, szerintem, mint Napóleont a csatatéren. Óriási elme. Viszont körülbelül valószínűleg annyit is érhet, hogyha ott... Aha. Csak hát ugye a játékban itt sajnos nem elég irányítani, harcolnunk is kell. Egy személyben az irányítónk harcol is, úgyhogy Pronax azért lett lecserélve. Mert hiába volt kiváló elme, sajnos a tehetsége az nem volt. És mi van akkor, hogyha nem is azt megfordítom, hanem ezt kiegészítve, akkor még 2015 igen. környékén többek között Olof Meister és JW is körülbelül olyan szinten lehettek, mint Ma Simple és Zaiwu. Igen. És mivel ők kb. A legjobb játékosai voltak a Csének, ezért megengedhették azt maguknak, hogy van egy olyan játékos, aki viszont meg nem fér be mondjuk még a top 20-ba se. Igen, igen, igen. Tehát abszolút így ki volt balanszolva, sőt, hát ugye magasan vertek mindenkit. Na nézzük, hogy ebben a körben ki fog kit megverni. Az biztos, hogy a Fnaticnak sokkal gyengébb a vásárlása. Van egy scoutjuk, egy M4 Desert CZ és egy MP9, tehát a teljes vegyesboltot kisöpörték, hogy valamit össze tudjanak hozni. Viszont az utolsó körben is hát hasonló, vagy talán még rosszabb vásárlásuk lesz. Így van. Az Aristocracy most megint egy alapkörrel jön, ebben most annyi különbözik, hogy egy emberük van hatoson, kettő középen, kettő bent. A bentit elfoglalták, szerintem a hatosos ember nem nagyon adott még jelet magáról. Ojaj, na ez nagy baj lehet itt. Na nézzük. Bazuglik le, és van trade dupla ráadásul Jaspertől. Viszont a pozíciója az megvan. Kérdés az, hogy mennyire él majd ezzel. Marad ugyanitt Creams, és próbál derítgetni, és hallja, hogy jönnek mögé, most már tudja is, hiszen meglőtték. Nagyon nehéz a helyzete, elesik JW, na erre nem számítottam, viszont Golden tud hozni még egy killt. Rollen egy HP-n, Krim sebzi le, és itt van Flash-a, szerezhetne magának egy alkád, inkább visszavonul. Na, M4 is jó neki, hiszen az ott volt popdogba. Kinéz Golden, és gyakorlatilag egy sima rákényszerített vásárlást nyer meg a Fnatic. Igen, itt több probléma is volt. A végén ez az SG fegyver, amit láthattok, volt a probléma egyébként, ami miatt szerintem nem született meg kettő kill sem. Előtte viszont ezt a popot választották az arisztokraszisok, hogy lemennek. Na most ez gyakorlatilag a legelőnytelenebb harc szerintem a játékban, és ez semmiképp sem szabad gránátok vagy információ nélkül meghúzni. Főleg nem akkor, hogyha az ellenfelünk hátrányban van felszerelés szempontjából. Tehát megszületett ez a döntés. Biztosan valami másra gondoltak, erre nem. És most viszonyult a fagyi, az Arisztokraszinak van egy hát elég gyenge vásárlása, szép flick volt. Villámgyors. Mint a magamat látnám. Mint a villám, ugye. Jaj, 3v5. 3v5, kettő benti védő van, el van foglalva a Pop a Fnaticnak. Ugye a Pop elfoglalásával alakul ki egy olyan helyzet, hogy kevesebb oldalról tudják támadni a kinti rakót, és így megtehetik azt, hogy kettő benti védő legyen. A Fnatic mindent néz, az Aristocracy pedig egy füsttel, egy villanóval, két dezerttel és egy AK-val tud támadni. Hát az egy füst az nagyon kevés, tehát azzal nem nagyon tudsz, azzal egy pályarészt el tudsz zárni, de pillanatok alatt megkerülik és annyi volt. Úgyhogy itt teljesen arra vagyunk hagyatkozva, hogy jó nagy headshotok érkezzenek. Lássuk, hogy érkeznek-e, ugye idő szűkében is lesznek. Roland, és már nekét Electric Boxnál ez alaplövés. Roland 14, Fregnél immáron. Kis
sem mondtam, de már megtörtént. Hát Nostradamus. Taz 35 HP-val korábban hozott egy 1v2-t, de ott valamilyen szinten volt helyzeti előnye. Hát itt most azért rendesen körbe fogják. Sőt, négy játékos, bocsánat, hát két HP-val a JW-t nem szabad kifelejteni. Chris befejezi a munkát. 11-4, de nem hazudtam. Ez még csak a munka fele volt, még meg kell nyerni a második fél időt a Fnaticnak, avagy visszaforgatni, visszajönni a lengyeleknek. Meglátjuk, hogy ez sikerül-e nekik a rövid szünet után. ...11-4-ről folytatódik a Fnatic és az Aristocracy küzdelme itt az első pályán trénen, de ne felejtjétek, hogy ez egy best of 3, tehát egy olyan küzdelem, amiben három pályából kettőt meg kell nyerni, és annak az első részén vagyunk, tehát még bizony rengeteg jó kört láthatunk a két csapat között. Nagyon kiegyensúlyozottabb az Aristocracy-nak itt a CTT oldala, míg egyébként a Fnaticnak jóval CT oldalú inkább a játéka, közel 60%-ban, úgyhogy ilyen értelemben, hogyha megnyeri az Aristocracy a pisztoly kört, amire most nagyon nehéz lesz rá lennek meg főleg, akkor még játékban maradhatnak. Semmiképpen sem szabad ezt elbukniuk. 12-4 az már nagyon fáj, hát még a 13-4. Igen, hamar kiszorítják. Ketten kezdtek bent, ami nem volt egy jó döntés, így utólag abszolút azt mondhatjuk. Meg szépen kizáródott egy játékos. Ez egy jó kis offengő Brolantóval meg lesz. Meg is van neki kettő. Ebron gyakorlatilag ezzel eldöntötte ennek a körnek a sorsát, de lehet, hogy a mérkőzésnek is. Szép fej, de hát Golden nyilván résen volt. Hát most már sok jót nem ígérek az Aristocracy-nak. Azt mondom, hogy az első kört hozták volna, aztán tudnak valamit mutatni, akkor oké. Okay. De ez nem, és egyébként ami még parább a helyzetben az, hogy az Aristocracy legjobb pályájáról beszélünk, és a Fnatic leggyengébb pályájáról beszélünk most. Itt, vagyis hát nézzük is, nem csak beszélünk. Itt dől el az, hogy mondjuk a különbség az erő között, de mondhatnám azt is, hogy itt a tírek, a besorolás, vagy nehéz most erre megfelelő magyar szót megtalálni, pedig biztos létezik. Szint, talán. Nem tudom, de... Valóban más szint. Hívni de hát minden, mind a kettő itt vannak a pro... egy nyelvész legközelebb. Nyelvész professzor? Igen, egy magyar-angol. Nyelvész professzort. De szerintem az is elég, hogyha osztály. Tanult a 3 évet. Más osztály. Más köszönöm. Osztály. Mik vannak? Na nézzük. Teljes spórolós körben, papírkörön úgy mondta az Aristocracy. Igen, ez egy B-split akar talán lenni a pozíciókból ítélve. Az azt jelenti, hogy a benti rakót próbálják bekerülni több oldalról. De ez úgy látom, hogy egyáltalán nincs még eldöntve. Most legalábbis úgy tesznek, mintha az lenne, aztán lehet, hogy fordítanak belőle. Itt kavarognak a játékosok hatosról, gyakorlatilag a Minis most viszont hátból jöheti jévét, hogyha ott megteszi. Ja, istenke! Hát pedig azért ez egy ingyen gyilkosság volt, akárhogy nézem, és még mindig él! Ez egészen elképesztő. Golden most már azért közbelép. És nem félre. Hát 13-4, ez ebben a formában, ha fegyveres kört buk az Aristocracy, akkor mondhatjuk, hogy vége. Legalábbis ennek a küzdelemnek. A folytatásban jön Mirázs. 100%-os pályája Fnaticnak. Bár nem túl nagy elemi mintából, háromszor játszották az elmúlt 3 hónapban. Ott viszont megverték az Astralist, az NIP-t és a Fúriát is. Nem rossz az nekik. Na nézzük, a Fnatic azért valószínűleg egy benti kontaktot fog indítani. Hatosan egy kicsit terelni fog szerintem Golden. De ez mindjárt kiderül, az is lehet, hogy inkább egy törtölést választ. Hát egy Krimzét nagy-nagy önbizalomban ránézett, ez egy nagyon előnytelen harc számára. 13-4-nél nyilván az ember megenged magának ilyeneket, ha bár abszolút nem kéne. 4v5. És valóban, még egyébként nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, és nem biztos, hogy lesz el időnk megbeszélni, de hogyha talán T oldalról esik ki az első játékos, ez még nem akkora probléma, mint hogyha CT-ként esik. Igen, ez így van, ezzel egyetértek. Ugyanis nyilván a T oldalról meg tudjuk választani, ha
ami az ember számot tudok leginkább megválasztani, míg CT oldalról a pozíciókat tudott, tehát ez a CT-knek rosszabb, tehát kiesik. Bejött egy halom flash, nagyon szépen letrédetik Moust, na most arra kell számítani, arra a játékosra, aki ott a jobb szélen kavarok. És nem számítanak. És itt duplázhatna, de még korábban rá lenne előtte JW-t, és Golden marad egyedül, úgy tűnik, hogy ez már hozhatatlan számára. Egy jutalom killt elhoz. Szép kis fej volt azért. Habár sokat nem ért. Igen, erre mondják azt, hogy nem volt igazán impactja ugye a játékának ezúttal, legalábbis így fregelés szempontjából. Igen, az ő szerepe az volt, hogy ott a hatoson, ami a legmesszebbi pályarész a bentitől, ott jelet adjon magáról, dobáljon gránátokat, és amikor ott tehát a két egymástól ennyire messzi pályarészen történnek a dolgok, tehát a hatoson csinálsz valamit, akkor nem gondolnak arra, hogy ez gyorsan egy benti lesz. És ez egy védőt esetleg ki tud húzni. Lezárta a négyes részt, itt gyakorlatilag ingyen le lehet jönni fobba. Ő meg is tette ezt valaki. Ha még Ivy is meglenne, akkor azt lehet mondani, hogy három helyről lehet bekeríteni az át. Az fantasztikus. Igen, igen, az annyi. De most itt... Ez az. És még egy fej, hát ez egészen elképesztő, bár azt nem láttuk. Elesik Taz, és ennyi volt. És össze fog esni az Arisztokraszinak a bankja, illetve hát közel 2000 dolláron vannak átlagosan, és most dönthetnek úgy, hogy Force vagy 15-ötről visszajönnek. Te hogy döntenél? Hát én Force mellett döntenék, abszolút. 15-5-nél 10 körön át nem hibázni, az egy elég emberpróbáló feladat. Míg ha két esélyed van, az nem tudom, hogy figyelted, képzeld el, hogy... 100%-kal nagyobb. Igen? Amint kimondtad ezt a képletet, így Taz így jelezte, hogy ugyan már. Brolan megy előre, és Rallen végre mutat ő is valamit, mert egyébként nagyon a lagymatag eddig a játéka. Elég sok sebzést kihasználnak egymásnak, Minisz pedig kerül. Na, ez egy golyós Minisznek. Így van, Flash-a már le volt sebezve. Jajajaj, micsoda harcok vállalása történik. Ilyenkor nyilván JV megpróbálta visszakeríteni egy freget, mert már annyira a 4v3 az nem túl előnyös számukra. Itt faraghatott volna egy 3v3-ra. De szép volt Krimsztől. Teljesen nem arra számított, tehát a lenti évre tartott pozícióra, viszont azon a fölrántotta. Szép fejes. Krimsz 3v1, 9 HP. Hát Mission Impossible zenét bejátszhatnánk. Mert csak megtehetném, de hát jogdíjas, úgyhogy sajnos ez... Mennyi? Leteszed az jó asztalra? Jó kis buli lenne, mennyibe kerül? Eldudolni sem merem, mert sajnos annyira hasonlítanak, igen, hogy... Igen, az semmiképp ne csinál, nagyon tehetséges vagy. 9 HP-val a túlélésre játszhatnak Creams, na és ugye itt van az, hogy 2500 dollárja van. Ha tényleg túléli, akkor az jó, mert AK-ja is, kevlárja is van. Megteheti azt, hogy a következő körben is vegyenek még csak, hogyha 1004-et kapnak is, elég jót, tehát JV, Brolan, Golden Flusha egészen jót tudnak venni, és ha egyet csak lelőne a CT-k közül, ami nem jött össze. Nem. Akkor viszont a CT-knek nem lett volna fegyverzete, mert kettőt kell, ketten nem tudnak hármat dobni. Tartsatok velük továbbra is! Az E-mánia folytatódik a reklám után. Igazad lett azzal a kapcsolatban, hogy miért érte meg rá forszolni. Még mindig játékban van. Igen, habár szerintem 16-6 lesz a vége. A Xantik kicsit nagyképű volt az előbb. Most viszont oda néz. Az Arisztokraszi olyan dupla gránát volt, hogy a 170-et sebzett. Lehet, hogy visszajött egy picikét ezzel az önbizalmuk. Hát ezzel a körrel meg nyilvánvalóan. Na most nem szabad visszahalni. Most gyönyörű előny van. Szépen be kell bújni a pozíciónkba, és egyszer már trade-re is lehet játszani, tehát cserére, frag cserére ilyenkor, ekkora előnyből. Ezeket nem szabad vállalni. Azokat meg fúj. Nem mész onnan? Igen. Rallen néz ki, és neki bejön. Be, de most, hogyha ő meghalt volna, az már 3v4, az már egy sokkal-sokkal zordabb szituáció.
mint az 5v3. Még a Fnaticnak még vissza kell szerezni a bombát. Láthatóan Creams nincs tisztában azzal, hogy a CT-k egyébként visszavonultak, és még az is lehet, hogy a bombát sem vették észre, hogy a Dika lőtt el azt a játékost, aki ezt cipelte, de az még füst mellett volt. Itt a füstön keresztül. Hát ez így rengeteg idő kiesés lesz, és itt 35 szeknél bombáért is elmenni, bevinni valamelyik szájtra. Én azt gondolom, hogy ez a lehetetlen szituáció, menteni kéne mindkét fegyvert, de akkor meg nullában élnek. 14 hét borítékolható, és amit letelik, ez a kevesebb 15 másodperc. Flash egy kicsit megmutatta magát, de ő is most már a biztonságot jelentő. Hát zuhanyzóknál helyezkedik el, vesz egy friss zuhanyt, aztán mehet a 22. kör. Dika, nem hiába nézzük őt, hiszen gyakorlatilag körértékű volt ez az egy darab frag, amit lőtt. Ha azt nézzük, akkor az utóbbi időben az Aristocratsnak ugye 80%-os győzelmi aránya úgy jött ki, hogy megverték a Unicot, a Sproutot, a Movistar Riders, az X-Epsilon-t és az Ambush, tehát ezek, hát hogy mondjam, finoman fogalmazva nem... Ez másik osztály, úgy mondanám. Végre most megtaláltuk ezt a szót. A Creams egy entry-t lőtt, de nem tudom, hogy hol, kint is van egy entry közben. Viszont úristen! Viszont teljesen visszahozza az egészet. Hát ez Ludas Matyiba rakja közben egyébként. A srácokat háromszor adták vissza, és Golden egyedül, pedig jól indult a dupla entry-vel. És mégis... Golden. Hát ezt nem szabad húzni. 14-8. Mi az a határ megint csak, amikor azt mondjuk, hogy vezetünk nagyon, és jönnek fel, de még elviseljük? Egy olyan 12-t mondanék erre. 10-12 közt valahol, ami egyébként még nagy sajátossága a játéknak. Valószínűleg pszichológiai lehet, hogy amikor van 14 köröd, és mondjuk 14-8 az állás ide visszatérve, és 14-14-re visszahozza az ellenfeled. És utána valahogy te nyersz 16-14-re. Az milyen? Ez teljesen általános dolog egyébként. Valószínűleg akkora nyomás keletkezik, miután kiegyenlítettek, hogy... Aha. Érdekes. De majd egy pszichológus szakértőt is meghívhatsz. Tehát kell egy nyelvész eddig és egy pszichológus. Még négyen közvetíteni, még nem próbálta senki. De azért a végére lehetünk többen is. Majd még nézzük, hova haladunk. Ez egy elég jó szög itt, amit Rolland tartott. Mint veszélyes játék, szintén nem akarsz ilyen harcokba, egy az egy ellen harcokba keveredni, hatosan. Szépen elfüstölöd, visszavonulsz. Van négy füstje a Fnaticnak, ez bőven elég bármire, tehát ez arra is elég, hogy tereljenek itt-ott. A cél ugye nyilvánvalóan ez lehet, látható, hogy nem a legjobb, ami a vásárlásokat tekinti. Golden fog Rallenre kinézni, és már teljesen úgy igen. Éreztem, hogy meg lehet Goldennek. Igen, nem fejbe lőtte, de eltalálta. Nagyjából bejött, amit akartak. Egyetlen egy játékos van most a B-n, ez nem igen. Más, mint Mauz. Viszont ez nagyon egy... jó pozíció. Így van. Hoppá! Hoppácska, a dupla kéne píkelni, bejön! Ez nagyon szép, a bombát szerintem le tudják tenni, ráadásul egy olyan helyre, amire szerintem nem is nagyon számít az Aristocracy, de nyilván az emberfölényeket ki fogják használni. Igen, én már csak fúhogok, mondjad. Roland, ő is kéne még azért ez a körhöz, még csak most fog csatlakozni JW-hoz. Oldalba lövik Jaspert, és egy füst miatt Roland teljesen ki van zárva, esélytelenek nyugalmával vonul vissza, és hozza ki a kis kevelárt a következő körre. Igen. Na nézzük, ott még Rallent egyébként el lehetne kapni. Nem, mi már nem lesz elkapva. Vannak, amikor levált a kamera egyébként, és viszonylag izgalmas dolog történhetne. Miniszt látjuk már csak a képen, ilyen. Itt pedig Brolan. Próbálok rájönni, hogy... A Brolan, ő nem egy vén, srác. Nem nagyon. 16-7? 17? 17 már. Hát akkor nem is olyan fiatal. Hát azért 17 az elég fiatal. Csak persze. Ja, bocsánat, akkor... Akkor bejátszunk ide mindjárt egy ilyen szitkomos nevetést. Hoppá, nagyon szép infoszerzés négyesen, ami mégsem annyira szép a tűnére, ugyanis kettő ember halálába kerül. Na jó. De azután a megbolondult és fölment, teljesen oktalanul. Habár egy molotov elzárta az útját visszafele, de hogyha tovább tartja ugyanazt a szöget, akkor egy sokkal-sokkal előnyösebb harc alakult volna ki számára.
Ezáltal 3v3 alakult ki, ez egy frag minisznek. Meg is van. Tudják, hogy hol van minisz. És szerintem a többi CT-ről nincs különösebb infójuk. Illetve mind a ketten fél HP-n vannak. Minisz is szépen pozíciót vált. Mondanám, hogy ez az arisztokraszi köre, de Flashát meg évét azért. Nem szabad lebecsülni, az igaz. De amennyiben a Fnatic elbukja ezt a kört, meg lesz ez a 10 kör, az a pszichológiai határ, amiről beszéltünk. Figyeld meg, időt fog kérni a svéd csapat. Ezt itt most megmondom neked, hogy ez egy behívtam ezt a dolgot. Úristen, Minisz! Flasha! Egyébként tudnak újra vásárolni. Egy plantal már biztosan tudnánk, de még jó. Ez a legjobb, amikor késsel futsz, nyilván mivel egy gyorsabb vagy alapból, és aztán szembe jön valaki, és még valahogy reménytelenül próbál megszúrni. Igen, nem olyan jó. Na. Hoppá, Robi. Robi szerintem nézi a Discordot egyébként, ahol ja. A szervezők kommunikálnak. Minden titkomat el kell elárulnod? Csak megpróbáltalak alátámasztani. Ja, igen. Köszönöm szépen. Statik vásárolni fog. De általában akkor is szoktak pauzt hívni. A pauznak két oka lehet, az egyik az, hogy átbeszéld azt, hogy hol van az ellenfeled gyenge pontja, vagy a te gyenge pontod. Illetve az, hogy egyszerűen kiessenek ők a ritmusból, már az ellenfeleid. És egy ilyen újra indított elmével nekiállni. Na, Fnatic nem vásárolt, legalábbis nem úgy, ahogy én mondtam, azért fektettek a körbe rendesen. $2,500 körül. Jó látni, hogy a régi Tech Nine, úgymond, amikor még Tech Nine éra volt, lehet így mondani, vagy Meta, az is itt van a játékban, ami pont kiesett. Egyébként jók a trédek, ahhoz képest, hogy indult, és szerezett magának... Ez egy veszélyes, itt Rallen egy veszélyes figura, viszont egyelőre elkerüli. A bomba len van, nem olyan jó a CT-k, tehát csak két oldalról támadnak a CT-k vissza. Itt infót kell szerezni róluk a Fnaticnak, olyan módon nem halnak meg, ami... Hát ez nem ez, igen. Roland! Nagy nehezen azért megtartotta a kontrollt, és gránát nem bízták a véletlenre, igen. Így a biztonságos. Na most Jévinek egy P2-tyanja van Kevlar nélkül, a leggyengébb játékos gyakorlatilag. Nekek kellett volna valami infót szerezni. Az két fej, és utána menekülni kell, húzni az időt! Ellépi magát! És ez nincs meg. Ez így Rallennek már biztosan nincs meg. Ilyen nagyon kört hoz a Fnatic. Meg lesz, szerinted? Nem. Nincs? Nincs. Aha. Hú. Igen, nagyon szépen csinálta a JV. Na, egy mosoly, egy elégedett mosoly. Nem, még az se. Azért a száját egy kicsit nagyon oldalra húzta. Nagyon nagy kép, tudod. Még egy elégedett mosoly sincs. Ja, tegnap pont ezt beszéltük, hogy a svédek, dánok eléggé. Hát mondjuk Magisk azért szokott törülni. Vannak kivételek nyilván, ami erősíti a szabály, de valójában ilyen Steven Seagali figurák. Igen, azért Krimza, hogy az asztalt csapja, az nem szokott rossz lenni. Ő rajta abszolút látok érzelmeket egyébként. Leginkább akkor, hogyha valami rossz történik. Ha jó, akkor annyira nem. Innen még van visszaút az arisztokraszinak, csak egy nagyon kemény hosszabbítást kellene ki harcolniuk. Igen, most ott az, ha kap ide egy flash-t, mert szerintem kapni fog. Hopp, oda néz. Jézus Mária! Úr. Nagyon szép support flash volt Minisztől, de aznak ez, hát egy felkínálkoztak így finoman szólva. Igen. Flasha és Broland, mint JW pedig nem képesek arra, hogy most azonnal visszatrédeljék. Fel kell kapni a bombát, és hát mit lehet ezzel tenni? B2, A2, sőt inkább 3. Igen, JV egyébként vizionálom, hogy leugrik és lelő Miniszt. Nézzük. Ojoj. Ó, oh, brother, szoktam mondani az angol. Jó lett! Ez, hogy lábon lövette magát, most ez nem tudom, hogy tudatos volt-e. Én azért nem reszavaznék. Nullásig felmegy létre, még erre van ideje a JW, mert annyira nem tartják le. Ingyen, Jézusom! Ingyen adták! Ingyen adták! Azt is ingyen adták, ez egy ilyen one-way smoke, amiben gyakorlatilag te kilátsz és téged meg nem igazán látnak. Na most Rallennak föl van adva, lesz kell, az egy lehet. Így van. Na, 1v1-ben fog eltölni az AWP-sek párbaja. Igen. Van diffuse kit Rallennél. A smoke-ot oda dobott. És figyeld meg, a WP-vel le fogja szúrni. Hát ez, igen, az lenne a legbiztonságosabb. Van diffuse kit,
Jasper! Jézusom! Hát nem szabad! Elég sok idő volt még vissza a bombából, és ilyenkor általában a CT játékos nem szedi végig, hiszen jó sok több esélye van. Úgyhogy pont ezért trükkös ilyenkor végigszedni, amikor vissza van belőle mondjuk 25 másodperc. Na jó, de hogyha előveszed a Counter-Strike Global Offensive alapok első részét, ugye nyomtatott verzióban is meg lehet találni, akkor ott van a 28. oldal körül, hogy Pros Never Fake. Hát így van. Ez igaz. Ebben nem tudok belekötni azért. Hát vár, hogy is így most elodázta az arisztokrácia az elodázhatatlant. Szünet. Ó, Istenem. Hát arra akartam utalni, hogy mindenképp kikapnak, csak még húzzák az időt. De egyébként nem szabad nekünk ilyen gonosznak lenni. Azt hallottam általában, hogy az angol közvetítésen az arisztokrácia mindig megkapja magáét. Aha. Mi nem tudom miért, mert... Hát itt lengyel-magyar két jó barát. Így van. Mi szurkolunk. Vagy nem. Vagy nem. Ó, ez kicsit erősít aztól. Ez annyi, ez kétszer ugyanazt a trükköt eljátszani. Azt ezen a szinten nem lehet. Vagyis hát el lehet. Csak ez a vége. Fnatic az nem különösebben... csinál semmit egyelőre ezzel az ember előnnyel, nem hirtelenkedi el, viszont az idő az lassan le fog járni. Úgyhogy most el kell indulniuk. Bejöhet ez az A. Mouse Electric Boxnál egy vállat lát, és jó vakító, nincs esélye. Roland is hibázik 17 HP-val, még elhúzza Roland. Meg kell várni a többieket, most esik csupán el, minizenés. Dikána, lengyelek szeme, 1v4. Azt gondolom, hogy ez tényleg lehozhatatlan. Ennyi. 16-11 a Fnatic elhozza az Aristocracy pályáját. A BO3-ban ezzel a folytatásban overpass fog jönni. 100%-os győzelmi rátával, míg a másik oldalon csupán 50. De ez még nem borítékolható győzelem a svédek számára. Derítsük ki együtt, maradjatok velünk! Hamarosan visszatérünk. Mirázson folytatjuk az Aristocracy és a Fnatic küzdelmét itt az ESL Pro League 10. szezonjában. Én továbbra is Olá Roberto, Roberto vagyok, és itt van velünk Málovics Gábor Gabesson is. Szervusztok! Fnatic győzelmet várok egyébként, mindjárt láthatunk egy átámadást, de amíg nem indul be, addig karattyolok nektek. Na, erre ennyi esélyem volt. Azt mondja, egy rakó közepe smoke, amiben lehet plantolni, illetve egy jungle smoke. Érdekes, érdekes okay. Ez a két füst. Lesz egy lőrkör játékos, középen van még. A-házban Crimson van, aki letrédel majd szépen mindenkit. Abba a füstbe, amiről meséltem, éppen megy a plant. CT-re jött egy heges jó. Crimson házból trédelt egyet. Holdennek egy frag. Nézzük Crimson, hogy a trédelni elég csak. Az egy TK. Ezzel így lehet, hoppá, hogy... aha. És ezzel után elesik flasha. Ez kínos ebben a formában. Viszont JV-re nem igazán fognak számítani. Én valóban hátból. Crimson. Felárult a magát, de... És Crimson duplázik. Crimson a viking. Jobb szélen jobb látható. Szélen, bizonyám. Fényes szegény... kobak, hosszú szakál, igen, ha már fényes kobak, szoktak kérdezni a játékosoktól ilyen, hát ilyen funny per ilyen komoly kérdéseket így az interneten, és megkérdezték, hogy miért kopasz, mert idős, és így kiderült, hogy igazából 24-25 éves, tehát hogy ilyen igen. Nem igen, emiatt. Hát genetika. Ez az. Én már csak tudom. Nyugi, ez a mikrofonon keresztül nem jön át. Igen. Az egy jogránát lehet. Nem lett elég hosszú, viszont még egy ment oda, ami elég hosszú lett. Na, nem rossz a kezdés. Ez egy jó kis löketet adhat például a scoutnak. Az a scout az már itt kettő, majdnem három embert egy lövésből fog ölni. Kérdés az, hogy úgy kellőképpen fog a helyezkedni. Jelenleg CT-n található és átvéd. És úgy néz ki, hogy arra fog menni a támadás. Ugye csak Miniz, ugye nagy kevlára a dezerttel van, tehát őnek ez is egy komoly kép, fegyvertény. Igen, ha közelről brollan egy golyó neki, és plusza messziről is. Viszont azok a smoke-ok valószínűleg, mivel kettő smoke van, ezért könnyen lehet, hogy CT-re nem fog esni, hanem kizárólag a pad, vagyis a villa részre és jungle részre, CT-t pedig villanóval fogják hatástalanítani, és úgy mennek föl, de ez mindjárt kiderül. Igen, lépcsőre fognak dobni, úgy ahogy mondtam, és jungle-re. Mennek ki a smoke-ok. Na most a flash után rallent hatástalanítani kell. Különben itt nagy baj lehet, mert három AV-dő van. Az egyik megvan Minisztől, ez nem volt a legjobb húzás.
ott az senkit nem tud eltalálni, és a Rollen sem tud senkit eltalálni. Hát gyakorlatilag három védő, és nem osztotta ki sebzést. Itt menteni kell a menthetőt. Hozzáteszem, igen, azért valami fél, tehát a felállás az nagyon gyenge volt. Hát az első játékos az gyakorlatilag teljesen paraszt módon próbált egy freget húzni. Második játékos talán amiatt meglepő lehetett, mert az első annyira rosszul játszott a személyében, de neki se sikerült semmit. Na, Dika megmenti a Kevlárt. Na, amíg lejár az idős felrobban és teljesen Hoppá. Tisztában leszünk azon, mi fog történni. Van. Nagyon nagy önbizalommal egy golyó volt a tárban. Ha. Nos, arról van szó, hogy a Natik 66,7%-ban hozza ezt a pályát. Igen. Főleg CT oldalon. A Vitality-t elverték a múltkó, és arra nem számítottam. Az Aristocracy pedig csupán 50%-ban, és ők is inkább CT oldalon dominálnak. Ez egy egyszerű pálya, és a Fnaticnak a játéka az sokszor azt látom, hogy egy ilyen a nagyon-nagyon nagy játéktudásra és jó kommunikációra épül, és ez Mirázson egyébként nagyon jó kihasználható. Úgyhogy egy Fnatic győzelmet várok szintú, ha bár szerintem ezt már elmondtam az elején. Egy teljesen üres ára sikerül bejönniük, ami elég szerencsés választás. Na most itt JV nagyon jó pozitban van, ugyanis ő neki van egyedül egy olyan fegyver, amivel 600 dollár jár neki a fegyverekért, a többieknek csak 300, úgyhogy minél többet kéne neki jönnie. Ugyanis ő AWP-zik is, szóval nála aztán abszolút fel van értékelve a pénz. Hát itt gyakorlatilag nincs más dolg az a Fnaticnak, mint felkanalazzák ezeket. Igen. A fregeket. Na, ott nem kéne átmenni évének, de valószínűleg átfog és ezt nem de tudja. De mit terveztetek azzal a két darab heggel? Nem tudom. Szerintem el akarták dobni. Na mondjuk erre sose gondoltam volna. És most van. És mindenképpen fontos, hogy te is mondtad, hogy JW reggel jön, és ez megvan. Három megvan neki. Rengeteg pénz. Szám szerint 6550 dollár. Rallán sajnálja a 300 dollárt ellenfeleitől. Hoppá, egy kicsit megállt az adás. Nem, de semmi visszatértünk. Akkor jó. Káprázott, nagyot pislogtam, elnézést. Nos, láthatunk Minisznél egy AWP-t. Egyből vele is kezdünk. És ránézésre azt mondanám, hogy ebből így egy átfoglalás valami, lehet, igen, nem? Gyors lesz, és nézd csak JV-t, hogy használják. Bocsánat, ákerítős. Igen. JV ugye megtartotta a fegyverét, tehát a Fnatic szépen spórolja a pénzt. Is. Igen. Igen, tudják, hogy Minis itt van. Nagyon tudják, le fogják vakítani, hatástalanítani fogják. Utána a dzsungeles játékosokra megy a molotov. Ez egy füsttel használva valahova, de nincs már füstjük. Plantot engedélyezne. Így is. Ah, a top konnektorra dobták itt a kötő tetejére, meg dzsungelre, bocsánat, hát volt akkor bőven. És cserébe egy ilyen jó kis plantot sikerült kierőszakolniuk, ami Goldennek majd nagyon jó lesz. A kettes játékosra nézzük, Rallen, az keresi a lörkört. De nem találja. Az nagyon nehezen az Flag Goldennek. Viszont a második már annál igen. Könnyebben. 2-2-re. Igen, nagyon jó volt ott Rallen, mert ugyan nem találta meg Goldent, viszont hallotta, hogy Krimz is kerülni akar. Egyszerűen levárta. Minis meg hármat lőtt közben, ordítottad is a nevét, de én nem figyeltem. Itt egy kicsit szorult helyzet volt, nem? Tehát ilyen vert helyzetnek, mint alapból ember hátrány, alapból egy olyan lerakó, amit tényleg könnyű visszafoglalni. És... Az Elmánia folytatódik, de csak a reklám után. Tartsatok velük! Elég sok, még magas szinten játszó játékosnál is látom, hogy olyankor úgy nem jön annyira magabiztos, hogy a szemből kéne fejelni, de... Kiszámítatlan mozgás. Aha. De inkább... Hoppá, Goldent elzárták egy molóval, de szerintem azt hinnék, hogy ő itt lement. Már a fenet ugye nagyon óvatosan jönnek rá. Valószínűleg le fogják tisztázni a targot. Egy, meg lesz a kettő, megvan kettő. Na most be lehet húzni a kéziféket, aztán meglátjuk, mi történik. Ez a utóbbi három kör, ez elég furi. Igen, most Flashának van infoja, hogy még egy legalább bén van. Ennek ellenére JV még azért próbálkozik vadászni, egy jó taktika egyébként. Bementek a üres, próbálják a maradék két játékost leszedni. Tiszta lövés skillből lehozza. Igen, Rallen valószínűleg lő egyet, és vissza lesz lőve.
Nem, egyesre sikerült, hogy lejött a pozíciójából. Egyes szakértők szerint annyi a taktika, hogy le vannak lőve. Igen, kész. Ez így van, le lehet egyszerűsíteni ennyire is. Viszont annak, hogy ennek a legvalószínűbb módját kiválaszt, az már nagyon nagy tudást igényel. Igen, például itt, hogy rárontottak Golderre úgy, hogy ő letart így térámpáról, és egyenként néznek ki rá. Annak... Hát nem volt túl jó. Váratlan volt egyébként, hogy Golden ott legyen. De attól független ezt lehetett volna jobban csinálni, ha TASZ fejét megnézzük ott középen, és simogatja a homlokát, és néz maga elé szomorúan. Akkor láthatjuk, hogy ezt ő is felismerte. Most nagyon nem is beszél senki, lehet, hogy Lord beszél egyébként, csak őt nem látjuk. A Fnatic edzőjéről még nem esett szó, de már ezt mindjárt orvosolni fogjuk. Ő nem más, mint Samuelson. Azon kívül, hogy az édesapját Samuelnek hívják, túl sokat nem tudok róla elmondani. Vesgen egyébként a svédeknek jó volt a kócsa, amikor voltam, ennyit tudok róla én is. Igen, Fnatic Akadémia kezdte 2016-ban, és volt menedzsere is a Fnaticnak, most pedig a csapatnak az edzője. Hoppá, egy tik a középen egyet becsípett, de hol is van olyan hangkötőből? Valaki kidugta a fejét, nem elég megfontoltan. Ennek egyébként egy 99-es AD-re van, ami azért nem rossz. Akkor se, ha vesztesz, de akkor különösen jó, ha nyersz, még akkor is jó. Goldennek sikerült ugye minisét visszalönnie. Flasha a frag után kiront agresszíven házból. Bekerítenek mindenki, rövidre is számítani fognak valószínűleg. Underground számít inkább, annyira lassan jött két móz. Alsóra, bocsánat, próbálok magyar maradni. Semmi gond. És móz számít rá, de is tudja megtartani, nyilván azért, mert nem volt Kevlar rajta, és ilyenkor ez sokkal nehezebb. Na hát most azért az elmúlt négy körben a Fnatic, nem tudom, valamilyen szinten én arra számítottam, hogy Mirage az hasonlóan hát kiélezett küzdelem lehet, és így most ugye megint kezdenek elhúzni. Megint az, hogy az egyik csapat ellép egészen a másiktól. Igen, a 9-6-ra ha visszahozzák, akkor azt mondom, hogy lehet eső, lehet hó. Viszont ha megint egy 14-1-4-et kapunk, akkor az egy nagyon nehezen. Hoppot szerintem Golden meglátta, hogy alsóba ugrott valaki. Méghozzá Dika egy AWP-vel. De ez egy gyors A-split, ha megnézzük a pozíciókat. Viszont a bombát elhagyták valamiért. Dika megvan. A rövid jön ki, nézzük. A rövidről van info, el lett füstölve. Miniszről van info. Tarz nagyon megvan. Szép. Ott a második megvan, fej. Kész. És Mahuz valamint rá nem maradnak egyedül. Volt még egy kis harc, de hát nagyon kevés. Négy játékos még mindig él a Fnaticnál, tehát ezeket kéne abszolválni a Rallennek. Nem hiszem, hogy sikerülni fog. Nem, bomba is lekerül. Megint el lehet gondolkodni azon, hogy ezt elmentsük, ugyanis jó nagy loss bónusz van. El kéne menteni, valahogy ha tudja, egyébként már mindjárt jönni fognak rá. Nem, rukkába ment. Nem tudom, hogy miért előtetjük ezeket az egészségeket. Én sosem, nem tudom, ennyire magabiztos vagyok, hogy azt hiszi, hogy 1v4-et le fogok hozni. Mert oké, 1v2, most még 200 HP van ellened. Most már most elmenti, jó, oké. Ott a VP, így van, de nem tudom miért nem így indul az elejétől, mert marha kockázatos az egész. Hát lehet arra számít, hogy nem információ hiányában nem tudhatja, hogy mennyire voltak közel hozzá, és hogyha elindul, vagy kiad egy fia hangot, akkor hát azonnal lövik. Bárhogy is, most bejött rá ennek, tehát hozott két exit frag-et, és hozott egy AWP-t, ami talán még sokkal fontosabb. Igen, ezek az exit frag-ek egyébként gyakorlatilag teljesen értéktelenek, mert az utolsó kör következik, és elképesztően sok pénz van a Fnaticnál. Viszont ez, amit mondtál egyébként, ez lehet, hogy így van. A bár Dikánál és Taznál láttunk olyat, amikor nem ezé volt. Abból indultam már ki. Az volt még itt az érdekes, csak egy mondat erejéig, hogy lement az AWP-s underpass-be. Oké, ritka, de látunk ilyet is. És még Miniz direkt terelt is neki konnektorból, és nem nézett ki, hanem így gránáttal a kezében halt meg. Tehát ezek számomra értelmetlenek voltak. Nagyon nagy support kell a VP-nek, amikor jön fel onnét. Egyébként Fallen az szokta gyakran csinálni. Ő pedig az MIBR játékos, aki pedig az észak-amerikai ISL Pro League-ben játszik. Ez egy jó agro, egy jó agresszív játék most aztól.
5 kör. Ezt nagyon meg akarja szerezni az Arisztokraszi. Érdekes, hogy semmiféle B-védelem nincs, de még oda sincs dobva egy gránát se. Most érkezik meg Minisz az AVP-vel. Szép. Egy. Lássuk, hasonló fejet tud lőni, Mika. Nem igazán. Azért közel volt, valljuk be. Igen, a bomba az most nagyon úgy néz ki, hogy B felé irányul, B fele megy. Minisz, Minisz elég fopátlanul jött fel, egyáltalán nem várjunk számított csak. Rájéve. Oké. Okay. Igen, ugye Krimsz már hamarabb letartotta azt a igen, pozíciót, és Minisz csak az kirúgta a fejét. Megnézed. Hát kell forgatni. Megvan az A, CT-ről itt Rallen okozhat galibát. Holen nagyon szépen számított rá. Innentől kezdve, ugye B-n láttak utoljára, vagy hát egyel ezelőtt, 5-7, és most meg megint áll van, azért érdemes ebből már azt kiolvasni, hogy biztosan áll lesz. Vissza fog érni. Szóval nagyon-nagyon szépen lassan jönnek. Brawlannak be kéne csatlakozni a partiba, és akkor egyértelmű Fnatic győzelem lenne. Így még azt mondom, hogy Dika 2 bármikor lőhet. Az, megvan. Próbálják dobozon keresztül egymást sebezni. De az a vicces, hogy oda-vissza, tehát... Ú, de jó az a flash. Az teljesen meggátolt minden. Egy 2v2 afterplan mehet. Ismahulsz 21 HP-jával egyedül. Mindenképpen együtt mozognak a téka, hogy ezt láthatjátok, hogy ne okozzonnak meglepetés nekik. 4-11 vagy 11-4, ki hogy szereti. Az első félidőnek ezzel vége, de jövünk vissza a második félidő, ugyanis még nem ért véget ez a küzdelem. Talán még visszajöhet az Arisztokraszi, talán nem. Derítsétek ki, maradjatok továbbra is velünk. Mit szólsz ez, Gabi? Hát ez a papírforma igazából. Komolyan? Úgyhogy... Te oldalon? Persze. Úgy általában? Tehát ugye Fnatic ez akkora, tényleg akkora annyival jobbak. Na jó, de overpasszal ezt annyira nem sikerült megmutatni. Nem tudom, hogy ennek mi volt az oka. Nagyon leültek, nem nagyon kommunikáltak. Ahogy azt láthattuk egy-két jelenetből. Ez a szokásos B első kör. Legrövidebb út. Igen, ez egy ablakra megy egy smoke most a B konyha ablakába. Ketten védik a B-t, lehet eső, lehet hó. Be tudtak, nem tudtak beállni okay. Még rendes setupra sajnos. De így is. Itt egy jó flash kaptak viszont. Krimz nagyot megy. Igen. Igen, egy 3v2 alakul ki, és nagyon gyors a B-ház flank. Tehát JV nagyon gyorsan jön mögéjük. Ez itt valószínűleg Fnatic win, kivéve ha meglátták. Aha, meg. És kapott is egy fejest. 7 HP-ja van. Na nézzük, tudják, hogy padon van Dika. Dika egyébként nagyon jó aimmal rendelkezik, ami pisztolyban kijön, de Kusa is nagyon erős játékos pisztolya, szóval... A lecke föl van adva. Kapja egy folyamatosan a búzust két oldalról is. Ja, kicsit szerencsétlen volt. Vagy a Fnatic csinálta, jól nézőpont kérdése. Én még ezek az 1v2 pisztolykörben olyanok, ami még talán abszolválhatóbbak a rendes fegyveres körökhöz képest. Még pont emlékszem is, hogy megint egy ilyen V4-es referenciával élek, hogy Fallen hozott egy 1v3-at. A Gamer Zone-en gyakorlatilag ilyen lehetetlen helyzetből egy óriási Mirázson, ugye? Flikkel, Mirázson, ugyanez B. Ugye első kör támadás, bejöttek, izé vissza kellett foglalni, és tényleg nagyon szép volt. Na, bárhogy is, ez egy 12-4, és nem hiába érkezett egy taktikai időkérés az Arisztokraszitól, mert vészesen közelítenek ahhoz, hogy elbukják ezt a pályát. Ugye, tegnap az Astralis ellen már vereséget szenvedtek. Ez egy 0-2-es statisztikát jelent, és aki nem nyer a csoportkörben, tehát gyakorlatilag 0-3-mal zár, az bizony búcsúzik az LPL-től, és majd osztályozó kupát kell játszaniuk a következő szezon elején. Vásárlás, igen, az... Igen, az elég komoly, az ott 2 SG, egy scout és egy AK. Hoppá, JV próbál, ugye... Ez leginkább Echo ellen jó, bár így is jó lehet egyébként próbál infót szerezni. Könnyen lehet, hogy Dikát hátba fogja lőni. Hú, az a gránát is. Igen, és látta Dikát, tehát ez hátba lesz lőve ez az úriember itt. Hallja, tökéletes, és még egy jobbik Szia, fegyvert Mia, is tud szerezni. Így van. Na most JV-t nem nagyon lehet meg, ebből róla egy kicsit itt túlvitte a bulit. Vagy egyszerűen átjött az a smoke-on és nem tudta lelőni, nem tudom mi történt. Uramatyám. Hát ez több mint elegendő, igen. Minden info megvan. Golden! És azon nyomban lecsap Minisre. Tusa, nagyon jól csináltam, mert hirtelen pont belefutott az egészbe. Végig volkolt és pont belefutott, pont ott ahol kellett, pont úgy ahogy kellett. Magára vonta a figyelmet és lőtt egy freget és Golden kijött rá.
Ez isteni munka volt. Isteni műszak. Aha. Ez magyar film, ugye? Az is, nem is rossz. Jó volt, igen, én is szerettem. Teljesen ki van szolgáltatva ebben a körben, és az arisztokraszi a Fnaticnak, ugyanis semmi pénzük, illetve hát lett volna, csak nem költik el. Kell nekik a következőre. Gyűjtelek hozzá. Szorgalmasan, mint a tücsök. Igen. Habár a hangya gyűjt inkább. A zenél egész nyáron, aztán megveszünk. Aztán nem marad semmi télire. Na de Goldennek van egy pege. Jévét szeretem nézni, mert nagyon kis aktív, nem? Aktívabb, mint T-oldalon szinte CT-ből, nézd meg. Igen, habár itt most ráférne egy kis import. Hoppa, az a flash későn. Az későn, valóban. Az későn, a Krims. Krims egy scout-tal túl sokat nem kockáztat. Rasha nagyon szépen közelében mozog. Nem tudják őt középről lelőni. Ezzel a füstöt is időt. Jó, bejött a két füst közé. Viszont Minis meg nem jön be, nem sieti el. Goldennek ez valószínűleg egy fix freges pozíció. Bomba megvan, és a másik két játékos rövidről jön, Flasha egyet lelőtt, és tudni fogják, hogy a másik is rövid, mivel Goldenhez nem ment. Így van, már kinéz Screams, és ez egy könnyű lövés. 10 körös a differencia, úgyhogy a CT-knek most láthatóan mindenük meg lesz, amit csak szeretnének. Másik oldalon is, nyilvánvalóan. Igen, remélem Krinz megtartja ezt a scoutot, lesz olyan pofátlan. Igazából az a jó benne, mert már önmagában az, hogy eltegelget, iszonyat idegesítő, fél HP, onnantól kezdve nyilván a többiek könnyebb előnek, fejre ugyanúgy egy lövedék, és nagyon gyorsan lehet vele mozogni. Igen. Még zoomolva is. Sőt, ott van, ezt jól behívtad. Ez egy scout AWP setup. Hoppá, közel durrant. Habár ez... elég gyakorló, hogy közel durrantanak közön. Na! Hát tolja a smoke-ot! Az! Bizonyát. Nem volt bölcs döntés Rallentől. Nem, Jévé viszont jó, türelmes volt. Meghozta, türelem rózsát terem. Nagyon jó, teljesen vak! Szépen szupportolják egymást. Igen, ez már általad említett. Nagyon jó ára ráflesselni, mert amikor van egy kis emberveszteségünk, akkor általában a pályaszéli játékos próbálja visszahozni. Nagyon jó ütemben ment a flash, habár ez inkább az 5v3-ra jellemző, de akár 5v4-ben is megpróbálnak a szélső játékosok visszahozni. Jévi egyet moziból lő a molója. Ahogy az visszament a moló mellé. Ó, látott egy vállat. Ó, majdnem. Hopp, egy tag, nézd oda. Egy 97-et sebzel. Hoppá! Hát szerintem az már teljesen tönkre ment ebbe a körbe. Matchpont a Fnaticnál. Érkezett egy taktikai időkérés Fnatic részéről. Ami hát, most nem azért, de hát most 15-4-nél kikérni, amikor az ellenfelünknek nincs nagyon pénze, és nevetgélni. Nem tudom. Nem tudom, hogy lehet csak én vagyok rossz indulatú, de belelátok egy kis szemétséget. Valóban, indokolatlannak tűnik. Teljesen limitált a... támadó oldalnak a... Egy darab füst? Ja, ennyi mire volt. Elég? Jó, hát ennyi, eldobtak még ennyi, egyet, igen, kettő ennyi volt. Igen, ennyi menniük kell, mint az állat. Viszont mennek nem rossz. Is. Igen, hopp, rossz. Ott nagyon sokat elkaphatása. Viszont már őt is nem. Lövik, akadnak be a fejek, szépen lassan. Golden tud szépíteni. Igen, van még két BV. Oké. Ilyeneket lődik a kőkemény. Krims az utolsó BV-dő, amíg megérkezik Brolan persze, és egy-egybe trédelnek, ami természetesen jó az arisztokraszinak. Brolannak 1v3-at kéne hoznia. Ó. Egyébként jönnek már mögé is, amire nyilván nem számít. Bejött ez a... be, abszolút. Utility nélküli kör. Jelentsen ez bármit is, de leginkább a gránátokat jelenti. Így van.
Ez kb. Olyan, mint amit mondtál, hogy ez is meglepő. Tehát, hogy nem erős amúgy, mert most igazából... Igen, ez meglepetés volt az ereje. A meglepetés az egy nagyon-nagyon hatásos dolog, az a leghatásosabb dolog egyébként szerintem a játékban, viszont nagyon nehéz elérni. És a legnagyobb hátránya, hogyha ezt egyszer megtetted, bocsánat, akkor ez továbbá nem lesz meglepő sajnos. Hú, nagyon gyorsan tudják lekeríteni az ez is egy meglepő lesz, a gyáhász kiugró, viszont elég sokan vannak által. Lassá, majdnem triplázik! Golden az AWP-vel hibázik, és itt büntetni fogják! Igen. Viszont... közel van GW, csak az a baj, neki MP9 van, és ez egy Bert helyzet, ahonnan Creams jött. Jasper mit tud tenni? Tartják a füstöt, minizzék? Nem nagyon! De mekkorát lő, miniz! Hát láthatóan nem is nézett oda. Aztán így berántotta az aim. Igen, várom a mérkőzés végét egyébként. Bármikor eljöhet. Nem hiszek az Alisztotasziban. Bár ez nem nagyon tüzeli fel, gondolom, a nézőközönségünket. Nem nagyon, viszont én azt mondom, hogy innen szép fordítani és innen szép megnyerni, az igen. Gyakorlatilag legendás lenne. Nem is tudom, hogy utoljára mikor láttam valakitől, vagy valamelyik csapattól egy ilyet. Igen, most hogyha berásolnak B-re. Volt az gyerek, hogy nagyon sokat cseszett. 200 körül. Na most itt ilyenkor bedobják a gránátokat B-re, úgy indítanak. Ez azért van, mert várják azt, hogy a védők visszadobálják a gránátokat és elfogyjanak. Ez ugye nem történt meg, mert full econ van a Fnatic, ezzel valószínűleg nincsen tisztában az Aristocracy még. Most már kezd nekik nyomni tenni. Minél több taszfreget kéne, hogy lássunk. Hát igazából mindegy, folyamatosan pittyeg a fülükbe, mindjárt vége a kör, vagy mindjárt vége a meccs. Előállhatnak olyan speciális esetek, amikor ez számít egyébként. Ha folyamatosan két ember éli túl az Arisztokrasziban, és úgy nyerik a köröket, de... Jogos. De valóban ennek most a nagyobb csökkent a jelentősége. Taktusa még egyet elhúzott. Ez leginkább Rallen hibája volt. Jévi nagyon-nagyon igattan célot katja, és megvan neki. Egészen higgadtan mérte be a fejet az elején, ami egyébként nem jött neki össze. Na nézzük. Most jön a következő nagy akadály. Nézzük, mit sütnek ki. AWP nincs a Fnaticnál, arra nem volt pénzük. Jön egy, ez egy Astralis Smoke, úgyhogy a Dánok fedezték föl. Ez megnehezíti a támadóknak a közép elfoglalását, ugyanis azt a kis részt, ahol ki tudnak jönni, azt majdnem teljes egészében lefedi. Az Aristocracy egy lassú, letartós kör, tehát egy letartja B-házat, egy közepet, kettő át, bomba eljött A fele, szóval lassan indulni fog egy átámadás. A hármas játékos TASZ személyében az lörkölni fog. És Minisz az AWP-vel pedig valószínűleg rotációt akarja fogni, de én nem értem, hogy miért jó. Bárhogy is, Mouse is Dika indítja be az entry-ket. GW pedig át fogja magát smoke-olni, na így lehet kioltani a tüzet. Erről viszont így nyilván van információja a T-csapatnak, hogy itt valakinek lennie kell, és le is tartják. 2v5-ben? Krimznek és Bolenek szerintem túl sok babér nem fog teremni. Neked a mentés mellett kéne, hogy döntsenek. Igen, erre viszont jó egyébként, hogy a TASZ és a Minis lörkből ugyanis el tudták kapni a B-s játékost. Viszont nagyon nagy galibába lehetett volna kerülni, hogyha nem jön össze az A része a támadásnak emberhiány miatt. Tehát óriási lelkierő és fókusz az, aminek ilyenkor teljesülnie kell, és ráadásul itt hosszú időn keresztül. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk adott esetben 15-10-ről kell feljönni, mert én azt gondolom, hogy például ott nincs előttem ilyen statisztika, de azt gondolom, hogy így érzésből, intuícióval mondom, hogy 15-10-re mondjuk egy fordítás sokkal könnyebb, mint mondjuk 15-6-ról, amikor azért... Oké! Ez mocskos volt. Ez nagyon. Majdnem az is. És
Akkor Miniz van majdnem fél HP-n. És gyakorlatilag a... De az már azt néz, hogy hát ha kerülnek rájuk. Dika is nagyjából egy passzív pozícióban van, és na igen, megint felteszik ide az egyik CT játékost BV-dőként, amit korábban mondtunk, hogy ez egy olyan pozíció, amiben nyilvánvalóan flagelni kell, és ha lehet, akkor nem csak egyet, hanem rögtön többet. B-ablak füst, flashek, füstök, de ez abszolút egy terelés, aminek lett egy negatív következménye is, mégpedig az, hogy Brolan kitolta az át. Viszont most elfele megy az, szerintem ez még nincs eldöntve, vagy számunkra még nem egyértelmű, hogy mi lesz belőle B-split vagy B-támadás, most eléggé hát B-splitnek tűnik. Mert például ugye nincs emberük, tehát az nagyon rizikós igen. lenne. Viszont Brolan letolása miatt okay. erőfölényben vannak B-n. Ez túlviszítása, de lelövi, de abszolút túl van véve az egész. A harmadik is meg volt, hát ez igen. iszonyat. Az a gránát viszont lehet, hogy jó lesz két HP-ra, semmi többre. Taz. Jön be rövidről. Nem vették észre. És itt a vége. 16-8-ra megnyeri a Fnatic a harmadik pályát. Itt a legvégén néhány körig izzadtak, de összességében ez egy könnyű győzelem volt. Még annak ellenére is, hogy 2-1-et mutat a végeredmény. Hú, szép volt a folytatásban. Illetve a következő mérkőzés nem más, mint az Astralis és a Nord küzdelme lesz. Szintén BO3-ban mindenképpen tartsatok velünk, mert mi jövünk, maradunk, ti is tegyetek így. Köszönjük a figyelmet! Az Elmánia visszatér minden nap 22 órától az RTL Pluszon.